uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Best of Morning Show. Na, egy nagyon helyes hírt találtunk, és talán többen voltatok már ebben a helyzetben, amikor is ugye a gyermek okozott valami kalamajkát, de az lett belőle, hogy a szülők vesztek össze. Ugye mindenki ismerheti ezt az élethelyzetet. Reptereken, játszótereken, játszóházakban, vonaton, tömegközlekedésen. Amikor is ugye hát két gyermek idegen szülőtől összeakad. Várjál, két gyermek idegen szülőtől összeakad, és utána a szülőnek kell hát a gyermek helyébe lépni, és a másik szülővel levívni az adott szituációt. Ugyanis történt egy orosz játszóházban, hogy összeverekedtek a szülők, mert az egyik beszólt a másik gyerekének, és hát a történet tulajdonképpen annyi, hogy lassan szépen mindenki belekapcsolódott a bunyóba, még egy apuka is, aki akkorát kevert le egy nőnek, hogy az elesett és felnyalta a padlót. Tehát az oroszok nem viccelnek, nem biztos, hogy egy moszkvai játszóházba kell mulatni az időt a gyerekkel, ha oda jut az ember. Meg sokkal nőiesebben kell öltözködni, hogy ne legyen megtérztő. Nehogy kapjál egy pofon. Igen, de hát látod, ha bármennyire is nőies vagy, akkor is levernek. A játszóház kamerája mindent rögzített. És meg lehet nézni a konfliktust, hát mindjárt megmutatom nektek. De a helyzet maga érdekes, és talán sokan voltak már ilyen helyzetben. Nem abban, hogy levertek egy nőt a játszóházban. De amikor is ugye hát lépned kell, mert valakinek nem tetszik az, amit a te gyereket csinál, és a két gyerek simán megoldaná, viszont a két szülő már sokkal nehezebben tudja megoldani. Igen, a homokozó vödör a két gyereknél nem fog akkora törést okozni. Tehát, hogy ők el tudják intézni, és itt lép be a képbe a túlfűtött anyuka, vagy apuka. Igen. Aki majd megmondja, hogy jó, hogy de legyen. Ez egyébként még egy jobb változat, hogyha belegondoltok, mondjuk ahhoz képest, hogyha mondjuk a gyerekedet verné meg, vagy annak adna egy pofod. Tehát, hogy nem úgy védeni meg a saját gyermekét, hogy oda menni, és akkor a tiédnek lecsavarna egyet, vagy mit tudom, meghúzna a fülét, vagy a pajaszát megcsavarna, vagy ilyesmi. Nem. Ő nagyon korrekt módon azt mondja, hogy jó, oké, ez okay, apuka, a gyereket nem bántjuk, hanem mégiscsak azért kultúremberek, oda megy hozzád, vagy a feleséget, ez is ledurrad neki. Na mondom, mi történik ebben a játszóházban, figyeljetek. Megvan az a labirintus rendszer, ahol labdák vannak, csúszdava ment, és az egész egy labirintusban zajlik, ugye? Ez igen. Színes. Klasszik. Minden színes, kismacik, kislabdák, a gyerekek vidáman rohangálnak. Érkezik egy fehér ruhás anyuka, aki elkezd nagyon magyarázni valamit nagyon vehemensen egy képhatáron kívül álló lánynak. Jön egy nagy darab fekete ruhás másik anyuka, akinek viszont ez nem tetszik, és elkezd még vehemensebben magyarázni a fehér ruhás hölgynek. A két anyuka veszekszik, megérkezik egy harmadik magas sarkúban lévő, egyébként tip-top szőkek is. Anyukak, csillivilli kis ruhában. Már ketten támadják a fehér ruhás hölgyet, mire megérkezik egy harmadik, negyedik anyuka, aki megpróbálja a kis, hát nem is tudom milyen fehér ruhás lányt kicsit arrébb rángatni. Jöjjön arrébb. Nem történik meg. Ekkor a fehér ruhás nő, akihez először oda mentek, lök egyet a szőkének a vállán, és itt kezd elszabadulni egy pokol. Egy anyuka oda van, elviszi a gyerekét, és elrohan. Itt látja, hogy itt pillanatokon belül vannak a játszóház rémei. Pillanatokon belül. Én azt hittem, hogy Pali kezdtek el a cikk alapján, de most megvan a videó. Figyelj, ez csajbujó. Tehát egy anyuka most gyorsan oda lehajol az egyéves gyerek, ezt fölkapja, ő elrohan. Tehát ő mondja, hogy ez nem. Tehát aki igazából beindítja a bulit, az a fehér ruhás nő, aki lök egyet a szőkén, ugye? Igen, a fehér ruhás nő most egy kicsit kimennek oda, ahol nincs kamera, és a kamera nem fordul utánuk. És körülbelül 5 darab anyuka veszekszik egymással. 5 darab anyuka, és a kép jobb sarkában a kamera sajnos nem tud fordulni, már masszívan zajlik a bugyó. Igen. Csak a kamera ugye fix képvisel, néha egy haj, néha egy könyök bevillan, ott már brutálisan zajlik a bunyó. Valószínűleg, hogy 3-4-en csépelnek egyet. A gyerekek szájtátva nézik, kijöttek a csúszdás részből, mindenki kisgyerek, kis magas sarkú, kis kosztüm, tehát a gyerekek is úgy vannak föltöztetve, mint a 30 évesek lenne. Sokkal izgalmasabb, mint a labdákkal teli medence, nem? Hogy azt nem hiszed el. Mondom neked, 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab anyuka összekapaszkodva, mint amikor tudod, Hopp Juliska, Hopp Mariskát játszol, és középen ül valaki, akit el akartak dobni a vízbe, összekapaszkodva tépik egymást. És apu még mindig nem avatkozik be? Apu nem avatkozik bele, az egyik fekete ruhás nő úgy nyakon szorítja a fehér ruhásat, akivel kezdett a buli, hátulról fogja, a nőnek lóg a keze, és konkrétan folytogatja. Fehér orosz szambó bajnok.
Nem mennék el egy ilyen moszkvai játszóházba. Nem szívesen ilyen mennék el. Nem került elő gyerekek. Ne, hát azért ez egy visszafogott buli. De azért mennyire jó már, nem? És ebben a pillanatban valószínűleg a legkisebb gondjuk az, hogy mi történik a gyerekekkel. Ők ott ütik, verik egymást, megy a bunyó, megy az atak, megy a fájt. Atya Isten! Ebben a pillanatban megérkezik apuka, szürke pólóban. Uh-huh. És aki nem szimpatikus, ott egy rózsaszínű anyuka, mert hogy ő nagyon-nagyon hepciáskodik. Oda megy és jobb kéz egy olyat ráver anyukára, hogy anyuka konkrétan rózsaszín pulóverben beesik oda hátra a csúszdába, amit már nem lát. Mert szintén kiesik a képhatárba. Hát a szürke pólós apukának nem tetszett, aha, hogy a rózsaszín anyuka ott nagyon ugrabugrál. Igen, meg kicsit ő azt látta, hogy ő kiesik a jóból, kiesik a tutiból. Konkrétan ököllel. Tehát a Pali oda lép, hogy segítsen a csajoknak, csak valaki hátulról megkopogtatja, vagy a rózsaszín visszafordul, és ököllel arcon vágja a nőt. Atya Isten! És még ezek, egy pofon balról. És gondolj bele, hogy ezek szaporodnak. Bizonyám. Jézus Atya Úristen. Ő is ott van? Igen, és közben a fekete ruhás csaj masszívan folytogatja a fehér ruhását. Tehát ők ketten annyira egymásra akadt. Lehet, hogy megöcsölt a keze. Nem, várj, hogy lehet. Ők közben ott annyira egymásra akadt az anyuk, a két anyuka, hogy ő hátulról... Kopogj már a rohadt anyát! Ő hátulról... Igen, nem akarja lekopogni. De a játszóházban egyébként nincsenek biztonsági emberek, hogy az orosz játszóház, hát mert a magyarban nincsen. Nem. Hát ilyen most gondolsz arra, hogy egy rejtett biztonsági emberek ilyen. Vannak, a bohóc. Vagy a gyerekek között egy-egy. Hát ez a legritkább helyszín, ahol tömegverekedés szokott kitörni, nem? Hát azért nem gondolnád. Azért szerintem itt is előfordulnak ilyen, hogy is mondjam, csak feszültségpontok egy születésnapon, amikor ugye te, hogy hívják, ott rendeltél, te mondjuk feketeerdő tortát rendeltél, és ők orosz krémet hoztak! Ha megnézed a videó legvégét, a rózsaszín fölsős néni, figyelj, föl kell az ütés után. Ő visszamegy. Után, és visszamegy a buli. Na, a következő történet, ma megfejtettem, hogy van a fekete ruhás, aki folytogatja a fehér ruhást, és a rövid pólós csávó együtt van. A rózsaszín két pofon után fölmegy és visszamegy, erre a fehér, a rövid pólós csávó lever neki egy harmadikat, uh-huh. Hogy te ne akarjál visszakerülni. A rendőrségi vizsgálat is pont ezt állapította meg. Hogy te ne akarjál visszakerülni a buliba. Úristen. Na, megkérdezzük hallgatóinkat, jó drága hallgatók, írjatok nekünk, nyilván nem ennyire durva esetekről akarunk beszélni, de nagyon sokszor előfordul az, hogy játszótéren valamit beszólnak a te gyerekednek, vagy beszól, nem is beszól, hanem a gyereket csinál valamit, elvesz egy lapátot, és akkor oda mennek, helyre teszik a gyerekedet, de te nem hagyod, hogy helyre tegyék a gyerekedet, hanem azt mondod, hogy mondják neked, és majd te szólsz a saját gyerekednek, nem? Tehát ez lenne a normális. És ebből azért vannak konfliktusok. Mi majdnem kerültünk ilyen helyzetbe. De nem te akartál verekedni, uh-huh. Ugye? Én nem vagyok ilyen. Én nem sose akarok verekedni, megpróbálom a szülővel megbeszélni. Nincs is nagyon sok ilyen ügy, mert valahogy a gyerekek mindig lejátszik egymást. Te csak fogtad a Viki két lábát, aki mint a Walking Deadben a biciklislány így kúszott feléjük, hogy elintézze az összeset. Egy baráti házaspárral voltunk tavasszal Szabin nyaralni, és egy reptéren történt a dolog. Egy francia házaspárra futottunk bele, ahol tényleg baromi agresszív volt a gyerek. És az történt, hogy nekik egy kis pici 3 éves lánygyerekük van, ültünk a reptéren, és volt egy ilyen kis játszóászerű, nagyon hasonló, ez egy játszóászerű. És azt láttad, hogy először a gyerek lök egyet a 3 éves kislányon, de azt még a kis csaj úgy kezelte. De már láttam, akivel vagyunk, hogy már azért úgy felsziszen, mondom, nyugi, megoldják. A következő pillanatban megint azt láttad, hogy a gyerek nagyon nagyot lök a kislányon, és a kislány hanyatt esett, elkezdett sírni. Na hát a velünk érkező anyuka, hogy abban a pillanatban lobban. Másik oldalról érkezett az anyuka szintén, a két anya egymásnak esett, majd ilyenkor már ugye fölkelsz, érkezett ugye a velünk lévő házaspárnak a férj része, abban a pillanatban megérkezett a másik oldalról a férj. Megérkeztem én is, megérkezett a Viki is, tudod, és ilyen 6 ember idézte egymást, alul a két gyerek. A két pasi majdnem összeverekedett. Én próbáltam, hogy senkinek nem az oldalára állni, mert láttam, hogy most ha valakinek igazat adok, akkor ott bunyó van. Összeverekedés, igen. Aztán ezt ők cserbehagyásnak élték meg, és mondom, hülye, nem cserbehagytak, mert most majdnem összeverekedtetek. Mondom a srácok, nyugodj meg, menjetek arra, megbeszélik, hűzd le a gyereket. A gyerek egy ilyen kis igazi agresszív. Hűzd le a gyereket? Nem, hűzd le. Hűzd le a nigereket. Nem, hogy hűzd le a gyereket. És tényleg nyugodjon meg, csak értse meg, hogy agresszív a gyereked. A két nő konkrétan majdnem összeverekedett. Tehát amikor te anyatigrisként véded a saját gyerekedet, csak a másik oldalról megérkezett, ugye,
a másik. De ők nem látták, hogy az ő gyerekük volt az agresszív? De látták, csak ők azt nem gondolták annak. Aha. Nem. Picit ők, tehát van egy típus azért, valljuk őszintén, oké, egy picit vár arra, hogy ott valami történjen, hogy ott belobbanjon a láng, érted? Tehát, hogy arra vár, hogy gong, és akkor már üthetem a másikat. Tehát neki igazából tök mindegy, hogy ki kezdte, hogy kinek a gyereke, hogy az övé, vagy a másik, vagy nem. Ő egy picit úgy arra vár, hogy így belobbanhasson. Oda megy, és akkor kezdődik ez az anyuka versus anyuka, szabad stílusú MMA. Én nagyon sokszor látok ilyet játszótéren. Ti nem találkoztok ilyennel, vagy nem láthatok ilyet? Hogy a felében? Dehogy nem. Minden, én tudatosan kerülöm az összes ilyen dolgot. Nálunk a béka szokta ezeket elrendezni. Na, ezért tudatosan kerül, tehát vannak benne profik. Hát persze, a családban. Most minek hozhatna össze a kezed, ha van hozzá. Meg te hátulról tudod. Hajrá, béka, húzd a Talán kéne ezt túlreagálni, na mindegy. Hát most már túlreagáltam. Béka intézi? Egy homokos vödörön nem lehet gyerekek, tehát ez nonsense, hogy ilyen miatt neki mész, a gyerek intézze el, amit el kell intéznie. Na, a béka nem így gondolja a dolgot nálunk, ez nagyon sokáig volt, aztán elbeszélgettem vele, hogy hagyjuk. Tehát ő volt az a szülő, aki nagyon nézte a gyereket. Aha. Jó, az a kislány, az odament, Somi, az, amit akar, az. De a gyereken húzta fel magát, vagy a szülőn? Tehát a szülőn, persze, szülőn. Az, hogy milyen az ő reakciója, mindig a szülő reakciója számít szerintem, nem? Most a két gyerek, hát most 2-3 éves, persze, hát azokat most elvette a vödrét, visszaveszi a vödrét, persze. Uh-huh. Igen. Hát igen, meg az a baj szerintem ilyenkor, hogy nem hagyják a gyerekeket. Rám az van, hogy akkor oda megyünk, és akkor megfogjuk a két gyereknek a kezdet, és gyertek ide, beszéltek meg egymással, hogy kérjetek egymástól elnézést, stb. Nem. Oda megyek az anyjához, beszélek vele, mert az anya, a gyerek az olyan, amire az anyja neveli, vagyis ki nem a felelős érte, az anya. Hát te nem nyúlhatsz a más gyerekéhez, azért mondod az anyjának, igen, hogy jöjjön. Csak ő. Nem mindegy, hogy mondod hát, neki. Nyilván, nem, hogy anyádat csinálsz. Nem látod, hogy szemébe szólja a homokat? A hülye gyereked az én akkori gyerekemnek, még ez szokott lenni. Kárdás a mi vödrünkből! És akkor rögtön, persze. Mondom, van ez a típus, aki alig várja, hogy történjen valami, és akkor kioszthasson mindenkit. Elmondhass, hogy te milyen rosszul vagy, milyen rosszul neveled a gyerekedet, és ha lehet még egy sunyi balcsapottat még le tudjon neked nyomni. Hát egy legyintés. Nem csak ez a baj szerintem, hanem, tehát hogy azért nehéz a helyzet, mert hogy van a szülő, aki túlvezérelt, meg van az a szülő, aki egyébként rohadtul tojik arra, hogy az ő gyereke mit csinál. Tudod? És ott nehéz megfogni, amikor nem akarsz rászólni a gyerekre, de látod, hogy étteremben vagy, a gyerek egy igazi aljas kis rohadék, tudod? Az az igazi, igazi égetnivaló, a kis sunyi, kis aljas, kis... Van itt azért másik kis, sztori is, úgy érzem, a sunyi, kis aljas, kis guzmi, és egy igazi, de tényleg, tehát aki gonosz is, tudod, amikor már 8 éves, terrorizálja a kicsit, visszél a testi fölényével, miközben a szülő Loki. Egyébként 10-20 méterre tőle csontra ma áldogál, issza a sört, és nem érdekli, hogy a gyereke mit csinál. Kezd körvonalazódni a konkrét sztori, nekem azt, tehát így jön elő azért. Ilyen sztorit tudnék mondani a környezetünkből, és nem érdekli. És ugye helyre teszed őt is, de szívesen az anyját tennéd helyre, hogy egyes rohadék 6 éve. Ne! 6-8 évesen már nagyon kis genyes rohadékok tudnak egyébként lenni. Kicsavartad a kezét? Nézd, volt elbeszélgetés. De figyelj, most oda menni 9 évesen. A mászok a mögött. Belerugni direkt egy 4-5 évesben nagyon erőset, úgy, hogy zokogva jön ki, az nem nagy teljesítmény. Hát nem, most képzeld, hogy... Tudod, vannak ezek a kis rohadékok. És mondtad neki, hogy engem is meg. Ah, hát mást mondtam. Nem, eleve kilóksz egyébként a mászok a mögül. Tehát, hogy gyere csak ide egy picit, kis fiú! Na. És amikor nem látsz, akkor odalököd a mászok. És okos anyuka mit mond, hogy intézzék el egymás között, ilyet is hallottam, védje meg magát a gyerek. Nem baj, legalább megtanulja, hogy játsszák le egymással, tudod, közben jönnek ide. Ezek a szülői hozzászólások. Ez a gyereknek a homlokáról a vége. Igen, igen, és 2-8 éves nagyon ver egy 4 éves, tudod. Hát tesó, hát most csak ette rádugrunk, nem, hát most ebben mi a jó? Hát tudja meg, így van, hogy vannak nála erősebbek. Te hülye vagy. Értem. Na, hát miattatok van ott a bárpultnál rádugáló sörívó szülők, akinek a 8 évesei terrorizálják a 4 éveseket. Nincs sör a játszóházban, sajnos. Ezért mi a játszóházban, ezt tudok, hogy van. Tényleg? Igen, majd elmondom. Mutat a címet. Rövid is van. Pult alól. Mint a banárén. Aha. Én a malát a kólából legyen kedves. Szóval, hogy nem egy ilyen fekete fér a helyzet, és akkor ott helyre kell tenned a gyereket. Ha látod, hogy a szülő tojik rá, hogy a gyereke a csilláról lóghat a játszóházba, az se érdekli, mert ő tinderezik, érted? És ő ül szomorú arca a játszóházban, apuka, 130 kilósan, kilógos liccel, és láttam ilyet. Apuka elfogja a bőrfotel, brutálisan tinderezik, tudod. Nem érdekli. Aktívan párkeres, mama négy kézláb mászik a gyerek után, nem hallgat rá, apa megül a bőrfotelba, 100 forintért masszíroztat, és tinderezik. Hát most vele hogy beszél?
beszéled meg, hogy tesó, fog már vissza a gyerekedet. Nehéz. Hát mondjuk igen. De ilyenkor nem az a megoldás, hogy egyszerűen kivonod belőle a gyerekedet? Dehogy nem. A sztoriból azt ott hagyod őket. De. De látod, hogy... hogy kivonod és a helyére állsz, és rendezed a sorokat. Szláv barátaink nem így intézték a dolgot. Ők nem kivonták a csapataikat, hanem még harcba küldtek. Én nagyon vártam, hogy itt fegyver is előkerül a végén. Benne van. Mondanám? Tehát mielőtt rámentek, nem önkéntes rendőrködöm. Na figyelj, van, a másik hát én a játszótértől őrülök meg, amikor például a gyerek hintázik, és akkor a picikéket, ugye anyukák, apukák eleresztik, és nem figyelnek arra oda, mert ők beszélgetnek egymással, meg mobiltelefonálnak, meg mindent csinálnak, hogy a hinta környékén ugye kolbászolnak a kicsik. Na és folyamatosan arról szól az ott létem, hogy mentem meg a kisgyerekeket, hogy orrtörés, koponyatörés, minden nélkül ugye túléljék a játszótéren a hintát. És akkor szólok anyukának, hogy a harmadszor ment a hinta közelébe a gyerek, tehát hogy meg kellene fogni, hát általában megbántódnak. Tehát én nem szólok, most már csak mentek. Most már csak a kaj... Most már csak mentek. De mert tényleg most gondold, de azért egy nagy 8 éves kislány azért meglöki a hintát, akkor azért van erő, meg már magassága is van, és ott kolbászolnak, és grubba ilyen csoportba állnak, és borzasztóan nem érdekli őket. És ott megyek, rendezem őket. Most tényleg felelőtlenül hintáztak egy játszótéren, és akkor azok a hibások, akik ott aranyosan arra sétálnak. Igen, mert figyelj kell a gyerekedre. Hát nem, hát figyeljél a gyerekedre, hogy túlélje a játszó. Hát hogy ne? Hát azért, mikor Karina kicsi volt és totyogós volt, akkor én nem azért mentem le, hogy szövegeljek, hanem figyeljek a gyerekemre. De ők rohadtul nem érdekli őket, hogy mit csinálnak a gyerekek. Tiszta szívemből gyűlölöm a játszóteret. Én is így gyűlölöm van. Az összes játszóteret. Tiszta szívemből gyűlölöm a játszóteret. Veled gyűlölöm. A legszarabb hely a világon a játszótér, gyerekek. Szomorú, komolyan mondom. Szomorú hely. Arra majd kérdezik, hogy kiürüljenek a játszótér, és egyenlő hintázhassatok. Járok. Én megbeszéltük a Vikivel. Egyáltalán nem akar én. Tökre megértem. Én elmondtam, figyelj, ha nekem jön egy barátom, egy másik gyerek, én tök szívesen elmegyek, van kedvenc hely a Beninek, én viszem játszótér. Ha meg nem jönnek le fél tinderezel. Ott a telefonom nálam jött, nem. Tehát mind mondasz, miért jutott az eszébe? Egymást méregető, egymásnak beszóló, megszomorodott anyukák, az én gyerekem a legszebb, az én gyerekem a legokosabb, dehogy okos, hülye, mint a seg és a ronda is, érted? Dehogy okos. A te kis gennyes Norbi. Dehogy okos, dehogy szép, hát vegyél már fel egy szemüveget, nézd már meg, érted? Megszomorodva áldogálnak, a mászókárál is fikázzák egymást meg a többi gyereket. Tehát olyan szomorú hely játszótér, hogy legközelebb. Szörnyű. Ki akarok veled menni? Gyere legközelebb, ezután a megszólalás után én ott akarok lenni a következőnél. De én ki megyek. Akarok menni, ki védjek veletek. Van, mi úgy járunk, hogy két-három fiú. Én azokat az arcokat látni akarom, akik ezt a sarokat. Mi úgy járunk át, hogy két-három fiú a gyerekekkel, el vagyunk, leüldögélünk és el vagyunk. De hogy én egyedül oda nem tudok lemenni, én utálom a játszótér, utálom a hangulatát, minden. Én viszek tortillát, mártogatott, valami kis üdítet, és ezt nézni akarom kívülről, amikor megjelentek a Benni. Itt vannak! Semmi, homokozunk, hintázunk, a barátomnak közben rollereznek a gyerekei, focizik velük. Következően már nem menj oda a Benni, ezt tudod, milyen az apukája? Igen, nem, egy szomorú hely a játszótér, basszus. Minden szülő látszik a kényszer, unatkozik. Érted, hatodszorra megy Pistike a mászókára, jó van, fölrakom a mászókára, de rohadtul mennék az helyet. Nem mászott még eleget a rohadt kölyköd, meg itt már a sorára. Én feleségem elhamahízva, azt viszont de megdugnám, de rám se néz, érted? Erről szól. Tényleg. Ez a játszótér, basszus. Nem így van? De én veled vagyok, hát annyira, na, én magányos anyagom. Sosem vagy annyira magányos, mint a játszótér. De nem szólnak hozzám, mert az egy magányos hely a játszótér, higgyétek el. A kisugárzás, tehát hogy annyira antiszocba nyomom, hogy oda se jönnek. De nem lehet, hogy te vagy antiszocba nyomom. Nem, nagyon sok a beszélgetését halljuk, aki egyedül áll a játszótéren. Nem állok egyedül, én barátokkal megyek. Várjál, nem lehet, hogy az Annáikat láttak, csak nem ismerted meg. Nagyon sokan antiszocba nyomják a játszótéren. Sokan antiszocba nem jönnek oda. Én nem is akarom, hogy oda jöjjenek. Tehát én azért nyomom itt, mert én nem akarom, hogy oda jöjjenek. Mert én barátokkal. Nem, bazdok, máshol laknak, nem tudok velük menni. Én ezt imádom, én velük imádok menni. Leülök egyedül, semmi probléma. És olyan kisugárzásom van, nem akarnak ők oda jönni. Tehát ismernek ők engem annyira, hogy nem. Megvan nektek, együtt kéne kimennetek. Nem, én el vagyok, járok játszótérre barátaimmal, én tök jól el vagyok. Én meg egyedül, és tök jó, én barlangba fogom végezni, mindig ezt mondom. Egyik sarokban te a barátaiddal, másik sarokban Annáik antiszoc arccal. Higgyétek ez egy szomorú hely játszótér. Hello, leült mellém bomba anyuka, 10 perc kötelező kör után csak annyit mondott a játszótéren, zavar-e a melltartó, vagy zavarna-e, ha levenné a játszótér közepén. Higgyetek el, nem egy szomorú hely. Látod? Nem nyilatkozom. Higgyetek el, nem egy szomorú hely. 3 éves kislányom állt, egy nála idősebb gyerek lelökte a csúszdán, oda mentem, rászóltam a gyerekre, hogy
egyszerűen nem szabad ilyet csinálni. Erre jött az anyuka, és lekevert egy pofont, mert zavarom a gyereket. Nem á. Ezt Levi küldte nekünk. Ezt Levi küldte nekünk. Tehát megverte Levit? Rászólt a gyerekre? Hát egy sallel, hát jó mi? Gyerekek, hát most valahogy neveled a szülőt is. Mit csinálsz ott állsz a játszótéren, oda jönni, és lever egyet? Engem. Hát most így, 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 jó, de nem fog semmit csinálni. De most komolyan, ő pont nem azért fog visszaélni a helyzettel, igen. Mert tudom, és tudja, hogy nem fogsz semmit csinálni. Ott van a nagy darab Rákóczi Ferenc, ismert ja, ember. Hogy hívják, és oda megy, hogy egy irgalmatlan pofont ledurran. Mondjuk neked. Néznék, igazatok van. Hát most mit megütöd? Mit csinálnál? A 60 kilós anyukát. Ő pont ezzel él vissza. Aha. Hogy tudja, hogy te kultúrember vagy. Cáfolj rá. Na jó, nem. Azt mondja, én csak egyszer szóltam egy anyukának a suli előtt a gyereke miatt, 3 hónappal később a rendőrségen kötöttem ki, mert feljelentett garázdaságért. Jézus. Aztán ejtették a vádat. Azt mondja, hogy Peti vagyok, 8 éves, egyszer felnők, ez igen, egyszer felnők, Balázs, köszönjük szépen. Úszómester voltam, és az élménymedence csúszdáján egy kisrác rácsúszott egy másik kisrácra, de nem lett semmi komolyabb sérülés. A sértett kisfiú apukája kiosztotta a fiára a rácsúszott gyereket, erre az ő nagypapája odalépett, és az öklét odanyomta a gyermeket fegyelmező apuka arcára. Erre az esetre nem kaptunk kiképzést a vízimentő tanfolyamon. Nagypapa odalép aztán. Ez a bal kezem a kerepes, ez a jobb kezem a Kozma utca. Elnyomta a nagy orosz dumát. Atya Isten. Hát most mit csinálsz egy ilyen nagypapával, nem? Jobb kezem a János forrát, bal kezem a kerepes. Jó, jobban vagy, nyugodjon meg. Szikár vagyok, de mit nem gyors. Nyugodjon meg, papa, nincs semmi baj. Játszótér a tipikus hazai mentalitás tömörítve. A szülők többsége utál, leszól, lenéz mindenki más, csak az ő gyereke legyen előbbre. A legnagyobb baj ezzel, hogy a gyerekeket már egészen kiskorban így nevelik. Egyébként tökéletesen így van. Valami nagyon fura korképe a játszótér a jelenlegi társadalomnak egyébként, igen. Ez itt a Best of Morning Show. Valakinek eleged lett abból, hogy annyira kátyús az ő utcája, hogy felajánlott egy mangalicát, méghozzá az Albert Kázmér pusztaiak felajánlottak egy mangalicát annak, aki a sajátjuknál kátyusabb belterületi utat mutat nekik a megyében. Felhívjuk azt az úriembert, aki ezt felajánlotta. Itt van Bertalan Attila. Hello Attila, jó reggelt kívánok! Hello, hello, jó reggelt! Figyelemfelkeltésnek szántam, mert egyszerűen, hogy rossz az út, ezt már mindenki tudja 20 év óta. Évek óta csak ígérgetik, másfél éve nem foglalkoznak az úttal egyáltalán, és itt a gödröket nem lehet megszámolni, mert hutszenténként kátyú van. Biztos vagyok benne, hogy nem találunk a környéken, hát én is járom azért az országot, nem találni ettől rosszabb utat, ami tulajdonképpen összeköti Ausztriát és Magyarországot. Hát, mivel mi már úgy tudjuk, hogy azért 10 év óta hitegetnek, hogy majd akkor, mert volt itt egy uniós pénz is, ami a közös határokon lévő utakat rendbe teszi, ez se történt meg. Tavaly azt mondták, hogy megvan a pénz, megvannak a tervek, nem történt semmi. És hát akkor ennek az osztrákok se örülnek, hát ha nálatok rossz az út, akkor rossz. Ez a probléma, az osztrákok most már tiltakoznak, mert innen átvisszük a szennyezőanyagot, a kavicsot, a mocskot, és az ő útjaikon a saját maguk autóiba kárt tesznek. Kérjétek meg az osztrákokat, hogy akkor csinálják meg ők az utat, nem lehet? Hát persze, magyar, hát azért van az unió, azért vagyunk az unióban, ők is, mi is. Ők jó szándék jelét adták akkor, mikor megnyitották a határt, mert itt is behajtani tilos tábla volt. Na, mégis azon a napon mégiscsak leszerelték, beleegyezett a falu, és most így köszönjük meg. Hol lehet megnézni a mangalicát? Ez érdekel. Mekkor az állat, mit tudunk róla? Van az is. Egy fotót nem lehetne esetleg róla, de arról, amelyiket adnád, tehát hogy azért érted, lendő tulajdonosok. Nem, van ott vagy 20 darab, lehet választani. Szürke vagy fecske hasú? Szürke. Olyan nincs, de mindegy. De van olyan göndör, mint Balázs Pali? Fehér, de hát ez göndör. Ez a szürke. Hány kiló csajószág? 160-180. Jó Úristen! Én ezt nagyon szeretem, ezt a felhívást, ez ötletes igazából. Egyébként tehát, hogy már minden megpróbáltatok, elmentetek mindenkihez. Itt már nincs olyan fórum, vagy egyéb, ami nem jártunk volna meg. Polgármesterrel, jegyzővel közösen, másik falunak a polgármesterével, mert Mosonszolnokkal köti össze ez az út tulajdonképpen, de és nagyon sok ember jár ki dolgozni ezen, de nem csak ennek az útnak a leglényegesebb része, hanem az, most ez a migráns áradat, ami van, Hegyeshalomban lezárják az országhatárt, ez a legközelebbi elkerülő út,
a hegyeshalmi autópálya mentesítésére és a határ mentesítésére. És ha tényleg hófúvás van, akkor is erre járnak. És senki nem foglalkozik vele. Na, most közben már nézzük az utatokat. Hát nehéz lesz, igen. Tehát értem én, hogy miért ajánlottátok fel ezt a Mangalicát, közben a Google Maps-en már ott vagyunk nálatok, és nézzük. Hát itt konkrétan nem, hogy méterenként, hanem az egész út, az egész utca. Az egész utcán. Egy romhalmaz. Hát egyszerűbb, az ember a füvön megy ott. Hát olyan, mint háború utáni állapot. Mit mennyivel tudtok menni? 10 km per óra? 15? Még annyival. Kitörik a tengely, gondolom. Igen, hát... Hát most nem ennek, hát múlt héten is volt itt egy ittán, szerencsétlenek egy hölgynek segítettünk, hát kitörött a kereke. A detektek, a disztárcsát gyűjtöttem 62 darabig az utcélén, amik ugye leröpülnek a rossz út miatt. Az út mellett laksz, mert meg tudnám nézni a házadat, mert ott itt barangolok nálatok. Itt egy utca van, itt vagyok egyébként az utat, egy medence van a ház az udvaron. Sárga házad vagy fehér? Sárga. Akkor látom a házadat. Egy sárga hosszú parasztház. És az, itt csak ilyen házak lehetnek. Sárga, piros, ilyen igazi cseréptetővel és egy ilyen vörösebb kerítéssel. Úgy van. Gyere ki, hát, ha meglátlak. Integes. Ne jóra, gyere ki az útra. Figyelj, látom, konkrétan be tudok menni a házadba. Bemenjek? Nyugodtan, gyere. Gyere egy picit vissza az a nyári konyha. Nagyon szép kis zsaluk vannak az ablakon, jól látom? Igen, ilyen zöld zsaluk. Zöld zsaluk vannak az ablakon. Van egy kis madárfészek itt a házon, a fánál? Vagy mi van ott a fán? Azt látom, hogy egy ilyen kis fehér valami van az első fára a garázsbejárónál fölrakva. Az a postaláda? Nem tudom. Nem tudom. Hatalmas terepmintes gatyák száradnak a fregolit. De milyen szép a sövénykerítésed, ezt kivágja. Add meg, hát, van aki rendezi. Na jó, nagyon érdekel, szép. Imádom a sövényt, meg tudnád adni. Imádom minden, ami kertészkedéssel. És ezek a muskát, pártővel, ha arra járok a feleségem. Attila, van itt egy ilyen letakart lovaskocsi, vagy mi ez? Micsoda? Letakart lovaskocsi. És itt fekszik. Az a másik felén van. Az a másik felén van, így van, az micsoda? Hát az egy tűzoltókocsi volt, vagy hát dísznek volt kitéve ide a faluba, csak már tönkre ment. Dísznek volt kitéve, nagyon szép, kis sárga, hát eljutottunk a házadik, ez meg egy néni picsi. Most látom, hogy valaki már mászik be egy maszkba a házadokba. Autón vagy ilyesmi, két maszkos távol. Jaj, Attila, jól van, hát mi nagyon kedveljük ezt a felajánlást. Mi szurkolunk, azért is beszéltünk erről. Hát, ha legközelebb erre jártuk, van egy jó kis boros pincém, akkor meghívlak benneteket jó pohár borra. Ott a ház alatt? Igen. Na megnézem azt is a térképen, bemegyek a boros pincébe. Jó van, nagyon szép az a fehér ház is ott mellettetek egyébként, szép új kerítése. Igen. Az egy osztrák ismerősünk. Nagyon kicsi rendezett. Na hát milyen komoly már a technika, hogy így tudunk beszélgetni, hogy közben eljutottunk. Hát igen. Eljutottunk egészen a házadig. Attila, hát ha ez a kis nyilvánosság, amivel mi rendelkezünk, egy kicsit segít nektek és megoldódik, jó? Hát bízom benne. Tulajdonképpen nem is akartam igazán fölvállalni ezt a dolgot, de most már teljesen mindegy, ha egyszer beleléptem, akkor csináljuk végig. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Szerintem ti is olvastátok a következő hír. Bivaj erős, negyedik generációs elektromos sokkolót szerzett be az országgyűlési őrség. Atya úristen! Hát azért beszéljünk erről egy picit. Megfékezni a voltállatokat. Számomra teljesen fura a dolog. Azt mondják egyébként, hogy egy európai trendet követnek ezzel, és fel kell szerelni. Hát az ukrán trendet. Mert ott van szükség ilyen eszközökre. De hogy már egyébként máshol is felszerelik a parlamentben az őrséget, vagy az őröket. Ők ugye egyébként a rendőrség állományából válnak ki, tehát ugyanúgy hordhatnak egy csomó mindent, lehet náluk sokkoló is. De hát azért a negyedik generációs elektromos sokkoló, azért ez egy érdekes dolog. Nézzük, hogy ők kit védenek, vagy mit csinálnak. Minek kell nekik sokkoló, mondjuk a parlamenten belülre. A parlamenten kívül érthető. Fura. De nem ott kapják, hát ezért jó a felvetés, mert nem a külső kapunál lesz egy ilyen sokkoló. Hát őrzik az épületet is, kívül, belül, sok mindent csinálnak egyébként. Több feladatuk is van. Kívül is őrzik, belül is vannak, épületet is őriznek, házelnökre ők vigyáznak, bizottsági üléseken felügyelik a rendet. De mondjuk nézzük a bizottsági ülést. Aha. Elképzelhető, hogy az azért kell, hogy ott ketten ott finoman összeverekednek, és akkor jön... Valaki fellépje, vagy túllépje a felszólalásnak az idejét? Lejárt! Jelzem a képviselő úrnak, hogy még 10 másodperce van hátra, 8, 7, 6, 5, 4... És abban a pillanatban nagyon megvágják. Igen, ők tényleg sok mindent csinálnak egyébként, hát az ukrán... A
az őrök. Ja, az őrök, igen. Az őrök, akik kaptak most sokkolót. De hogy például az ukrán parlamentben a képviselők összevesztek a büfében azon, hogy ki legyen az utolsó kókuszgolyó. Gondold el, milyen a morál? Azon vesztek össze az ukrán képviselők, hogy ki legyen az utolsó kókuszgolyó, és brutális verekedés lett belőle. Ez nálunk is ugye egyedül fordulat a parlamenti büfé. Most képzeljétek el, amikor bemennek így egymás után, így ketten is, ráadásul nem is ugyanabban a padsorban ülnek. És a tét nem más, mint egy citromos minyon. És az utolsó citromos minyon. Azért... Értem. Én megnéztem ezt, hogy mit tud ez a sokkoló gyerekek, ez dermesztő. Na mi kéne, ha volna? Az a citromos, hogy az nekem is. Ugye, azért azt tisztázunk, hogy nem a képviselőknél lesz, tehát ha ők össze is verekednének, akkor jönnek majd az őrök, és rendet tesznek. Ők egyébként a bizottsági ülésen nem használhatják képviselőkre. Tehát ott szerintem ez őket megnyugtatja, nem tudod. Tehát ott ők kivezettethetnek, vagy kivezetik az illetőt, de mondjuk, ha valaki ott bunyózik valakivel, egyébként ez a magyar parlamentben azért hál' Isten nem fordul elő, akkor ott nincs szó arról, hogy az országgyűlési őrség tagjai egyszer megsokkolják az illetőt. Igen, tehát nem kell félniük a retorziókra, nem kell ilyen riadtan körbenézniük, mielőtt mondjuk a képviselő úr válaszol az államtitkár úr felvetését is előtt, hogy én megnéztem ilyen videókat, ez nagyon durva. Tehát ez durva. 50 ezer volttal vág meg, 6-7 méter, 6-7 méter távolságból. Van olyan, ami két tűt szúr beléd, hát nem ráz a röhögés, illetve ráz, hát nem. De nem a röhögés, amikor azért ez így megvág. Tehát, hogy úgy én, ha összevesznék ott egy őrrel, inkább elnézést kérnék. Ez nem szórakoztató. Ez nagyon durva, nagyon sok felvétel van a YouTube-on. Eldőlsz, és úgy maradsz, hogy mit csinál, mi a hatás? Eldőlsz, nem tudsz megmozdulni, tehát kvázi tulajdonképpen, hát véged van. Összeesel, rángatózol, és semmit nem tudsz jelni, és sokkol. Átmész egy ilyen obeliszkbe, abban a pillanatban, hogy megkapod a töltést, abban a pillanatban te a töltés. Így mereven, gyakorlatilag minden egyes testrészed kiegyenesedik. Na jó, nem minden. Oda nem megy. Hál' Istennek, és aztán pedig egyszerűen eldőlsz. De kellett egyébként az őrségnek? Hát, bántani akarja valaki belül a képviselőket? Hát belül azért ez nem jellemző. Az előbb vázoltam, hogy egy citromos minyonról van szó, az utolsóról, érted? Ezek valami bivajerős dolgok. Na mindjárt megkérdezünk valakit, aki ért hozzá, Vas Gábort, a Kaliber magazin főszerkesztőjét. Hello Gábor, jó reggelt! Jó reggelt! Ezek valóban bivajerős, negyedik generációs sokkolók? Ezeket így hívják? Igen, ez egy rendkívül hatékony elektroszkilóvő sokkoló eszköz, és most már több mint 800 000 darabját adtak el szerte a világban, és több mint 100 országban használnak ilyet. Tehát ez csak Magyarországon egy ilyen újdonság. Mit csinálok én, ha engem ezzel meglőnek? Hát ordítani fogsz, és eldőlsz. Ugyanis itt olyan áramimpulzust küld az emberbe, amitől ezek a nagyobb mozgató izmok szinte megbénulnak, és az ember nem nagyon tud talpon maradni, plusz borzasztóan fáj. Nagyon fontos kérdés, hogy ilyenkor a záróizmok összehúzódnak, vagy kitágulnak. Azok csak a méltóságok miatt. Igen, bár valakinél igen, de... Ha készülök megtámadni Kövér Lászlót, bepelenkázom-e saját magam, erre gondolva, Jani, hogy felkészüljek-e arra, hogy utána méltatlan állapotba távolítanak el majd a parlament. Amikor egy kicsit támadólag odalép egy képviselőtársához, Balázs, és megkérdezi, hogy na mi kéne, ha volna Gábor? Beteg. Mi kéne a vona, Gábor? Így van. Igen. Mondjad, Gábor, mert hogy te is tehát, Gábor vagy. Én nem az a Gábor vagyok. Nem. Tehát van. Itt amint elengedik a gombot, tehát amint megszűnik a feszültség, a fájdalom is alábbhagy. Tehát ez ilyen szempontból nagyon jó szabályozható az eszköz. Tehát, hogyha lefújunk valakit egy gázspővel, vagy ahogy mondjuk te arcról lőtted gázpisztolyjal a Janit, az ugye utána még több tíz percig vényog. Igen, ez a Wunder, a méltán nagyon népszerű, híres és sokat megjelent Wunder sömmel. Egyébként... És itt amint elengedik a gombot, az illető utána nagyon hamar rendbe jön. Eszméleténél van? Vagy elájul? Nem veszi az eszméletét. Én láttam így embert lesokkolni ilyen tézerrel, utána gyakorlatilag fölsegítik a földről, hát meg van ijedve, meg azért zsibbad, meg ilyesmi, de nincs maradandó probléma. Tehát... ez egy nagyon hasznos rendvédelmi eszköz, tehát hogyha nem démonizálni akarjuk, akkor ez egy relatíve humánus dolog, hiszen azokat az embereket, akiket ezzel kell lenyomni, akkor milyen opció volt korábban, gumibottal addig ütötték őket, amíg meg nem lehetett bilincselni. Most először meglövik, és utána ütetik gumibot. De ezt még az amerikai rendőrök is használják, látni nagyon sok felvételt, hogy például plázákban őrök, rendőrök ezt előszeretettel használják. Ez tipikusan olyan esetekre jó, amikor ilyen zárt terekbe kell mondjuk intézkedni, ahol nem lehet mondjuk gázspővel fújkálni, tehát mondjuk egy példát, mondjuk egy kórháznak a biztonsági őrei, azokat nem fújkálhatják le
mondjuk a megőrült beteget gáspével, mert akkor ott mindenkit beterített. Ha nem maradnak a hagyományos, náluk hagyományos fejberugdosás mellett. Hát az is lehet, de az elektrosokkor azért mégiscsak egy humánisabb megoldás. Arról esetleg nem tudsz, hogy beszereztek olyat a parlamentben, amiben kisebb feszültség van, és ha mondjuk valaki elszúr nyókámer, hogy én látok egy csomószor olyan felvételt, amikor ott valaki nagyon éppen beszél, és hátul hárman, ketten sportot olvasnak, egy valaki alszik. Hogy akkor egyébként az ülés vezetője kicsit megsokkolja, hogy fölébredjen? Tehát ez nyom egy igent. Azonnal 50 ezer voltot ad le, vagy lehet ennek a teljesítményét visszavenni, hogy ne sokkoljon, csak ébresszen. Ilyen van? Ez mondom, ez nem az én szakmai kompetenciám, a politikusok fegyelmezése. Nem erre gondolok, hanem hogy vissza lehet-e venni az 50 ezer voltból. Tehát állítható ezen a kütyűn valami, vagy ez csak 50 ezer voltot? Pont úgy van megcsinálva, hogy egy biztonságos érték legyen, ami megállítja az embert. Ugyanakkor nem okoz benne a legtöbb esetben maradandó sérülés. A legtöbb esetben? Tehát van egy kis ráhagyás? Van kockázat, ezt aha, mondják a készítők mindennek is. Van kockázata, de itt azt mondom, hogy ilyen néhány tízzer használatra jut egy haláleset, de ugye mivel gyakran eleve nem teljesen józan, kábítószeres befolyásoltság alatt levő túlpörgött emberekre használják, hát ezek lehet, hogy egy része abban is belehalna, hogyha simán csak a rendőrök leteperik, föltre nyomják. Ilyet nem lehet szerezni, nem? Tehát, hogy... Gábor, ilyet nem lehet szerezni? Gábor, pult alól. Nem, mert hogy kipróbálnánk a Ferin? Semmi, ezért ki kell menni, Bécsbe lehet venni. Tök jó. De igen, figyelj csak, ez ott van már, várjál, ott van a parlamenti őröknél, mert akkor mi van, ha csak megrohomozom őket simán? És akkor neked össze se kell koszolni a kezed, Balázs. De nem, hogy ez illegális, arra gondolok? Tehát, hogyha nem, ez Magyarországon egy érdekes jogi státusza van. Ezt teljesen szabadon lehet tartani, szabadon lehet viselni, viszont boltban forgalmazni nem lehet. Most azon gondolkozom, hogy ha veszek ilyet, hogy lőjelek titeket hátba, hogy szólok előtte, vagy csak írtam? Szerintem ne szóljál. Szerintem úgy, amikor jövök be ilyen vidáman, az egyik kezemben egy kávésbőkrével, a másikban az apkásámmal. Mint a mókus fele! És abban a pillanatban véget van. Tegyük hozzá, a sérülések egy része egyébként abból adódik, hogy az illető elesik és beveri a fejét. Persze, nyilván mi is humorizálunk. Senkit nem is buzdítunk erre nyilván, hogy ezt kipróbálja. De mert... alapvetően veszélytelen, csak ilyen dolgokra kell figyelni. Hát azt írjuk, hogy veszélytelen, ugyanakkor azt mondja, hogy van egy kis szívritmus zavar valami, akkor azért az okozhat zavar. Tehát, hogy azért senkinek nem ajánlja. Arányaiban elenyésző. Na jó, hát a Gábor azt mondta, arányaiban elenyésző. Bocs, Feri, és a Feri egy hete fekszik, és ismered a mondást, kivétel erősíti a szabályt, és a Feri egy hete krumplipürét teszik, tudod, a helyen bábú. Szívószállal. Feri, bocs, te voltál az 1% rajta, kellett kipróbálni. Jaj, megint visszabifisztettem, vén medve. Igen. Gyerekek, a Feri az áldozat ebben a műsorban, egyszerűen nem tudom máson elképzelni. Tessék? Miért mindig a Jani meg a Feri az áldozat? Hát azért, Gábor, mert a Feri nagyon magas, nagyot esik nyilván. Tehát most legyen benne valami faktor, érted? Tehát, hogy legyen benne valamiféle rizikófaktor, persze. Meg hát én veszem meg a cuccot. Így van, Gábor, hát a kérdés, ez a válasz, mert nekünk nincs pénzünk rá. Hát most én meg is vegyem, és növessem is le magam. Hülyének nézel, Gábor, hát azért minden meg fa határa. Jaj, Gábor, köszi, hogy elmondtad, segítettél nekünk, mert mi azért ezt nagyon nem ismerjük. Köszi, jó munkát nektek, ciao. Hello. Hello, Kaliber magazin főszerkesztőjével, Vas Gáborral. És ha tudsz 500-ért, akkor... Komolyan beszélni. Gyerekek, senki ne akarja akkor a parlamentet megtámadni, vagy belül ott nagyon rendetlenkedni. Mondom, nyilván nem arra kell gondolni, hogy képviselőkre lőnek, mert nem lőhetnek. Tehát, hogy az házszabály. Azt olvastam, hogy ha valaki rendetlenkedik, azt nyilván nem lőhetik le, vagy verekedés alakul ki, ott csak kivezethetik. Tehát nincs olyan, hogy tényleg valami őr ott, nem tudom, berág gellert kap. Túlsütötten is. Túlsütötten megérkezik, megnéz két Rambót, és elkezd lövöldözni hétfő reggel. Tehát, hogy azért megszavaztátok! Igen, tehát ez nem fordulhat elő. Rájuk nem lehet lőni. Jó, képviselőkre nem. De mi van az újságírókkal? Képviselőre a tetoválással jössz. Egyébként, ha rosszat kérdezem. De most nem, komolyan. És csak azt látod, hogy hú. Az édesapai bányai. Csak azt szeretném kérdezni, a stadion építés. Igen. 800-5000 stadion. Övtáskában 12 mm-es gumilövedékes revolver. Nagyon hatékony önvédelemre. Ezt Totó küldte nekünk. Főleg nyáron, meg tavasszal, amikor kevesebb a ruha.
az elkövetőkön. Igen, én nyújtófával védekezem, a nagyitól csortam. Pisti küldte nekünk. Kajafutárok vagyunk, hajnali 4-kor már dolgozunk, pár hete a párom mellé az egyik címen beugrott az anyós ülése egy drogos. Első dolgom hétvégén a piac volt, beszereztem neki egy sokkolót. Vannak ezek a kézi sokkolók, és érnek valamit? Hát, oda kell érinteni, az megvág, mint az ipari áram. Igen, az olyan? Csak ott kell ugye a közvetlen kontaktus, miközben ezeknél a tízereknél, meg ugye nem, mert ott átidalja a távolságot ez a drót, ami ugye az érzékelő. Jó, azt meg oda kell nyomni. És akkor ha már a közelében vagy, akkor bármi történt. Mert Fenének volt egy nagyon okos felvetés egyébként, hogy kipróbálhatnánk ezt a tízért, csak kellene belőle szerezni egy gyerekváltozatot. Hát csak meg kell, nem én vagyok. Figyelj, ha nem lenne ez az 1%, hogy a szíveret kiüti fájdalmat, bevállalom, de azért tudod, ha pont beleesel abban 1%-ba, hogy van egy kis hiba százalékban. Van egy megoldás egyébként, hogyha úgy csináljuk, hogy nagyon közel állunk egymáshoz, és az egyik érzékelőt te kapod, a másikat én, akkor nem oszlik el? Mert csak 25-25 ezer volt már, még igen. Az exemtől kaptam egy sokkolót az autómban, megmutatta, hogyan kell használni, egy hétig nem tudta használni a bal karját utána. Edith küldte nekünk. Az autóban a kopasz nagy darab páromat tartom, a táskámban pedig hatalmas kulcsomó energiaital, kis autók, pénztárca sokkal próbál, szóval ha valaki belém köt, csak meglendítem a táskát, és fekszik is az illető, ezt Dóra küldte nekünk. Aztán azt nézem még, hogy nekem a korzába 2 vipera, egy vadásztőr és egy 4 ágú dobócsillag is. A legnagyobb. Ilyen sokosú surikeddel. Igen, beöltözöl fehér ninjának, dobsz egy füstgolyót és eltűnsz a körúton. Igen, persze. A dobócsillag kicsit erős. Elnézést, meg tudod, tudod, és eldől. Csak az időt szerettem volna. Látok a füstölét, mert kicsit itt azért a sókosugi vonal az bejátszik, igen. A fehér nincs, a fekete nincs a harcából. Önvédelem céljából nálam van mindig egy Balázs Pali CD és egy Zambó Árpi fotó. Igen. Kapuszerelő vagyok, 2 félméteres rugó felhúzó vasbeton acél van az ülés mellett, autokiller, írja nekünk. 190 centi magas, 130 kiló plusz boxoló vagyok, ha minden kötél szakad, még ott a viperám is. Ezt Pöti küldte nekünk. Gyerekek, a magyar lakosság nagy része fel van fegyverezve. Fel vannak fegyverezve. Az a baj egyébként ezekkel az önvédelmi eszközökkel sok esetben, ezt a saját, illetve nem saját tapasztalat, egy családtagnak a tapasztalat, természetesen nem a feleségemé, hogy amikor van nálad gázspray, nem mindig jut az eszedbe. Ő is keveredett még régen olyan szituációban, amikor egy kis szóváltás volt a buszon, hazafele menet a rádaiból. Elvitték előle a kilós akciós banánt, vagy nem, ennél, hogy hívják, mert majdnem késelésbe torkolott egyébként az eset. Véletlenül valakit a buszon meglöktek, mert figyelmetlenek voltak, meg nyilván jó volt a buli, és lerángatták őket a buszról, és neki ott lapult a kis táskájában a gázspray, de nem. Csak elfelejtette. Hát persze, mert inkább rugott mindig. És akkor például eszébe nem jutott, csak otthon jutott az eszébe, hogy neki ott van a táskába a gázspray, tehát hogy akár azt is használhatta volna. De még annyira meg volt ijedve, hogy belefújt a levegőbe. Ja, igen, vagy legalább az érzés meglegyen. Takarodjatok, te vagy az kincsem! Rahagy meg, hogy arcon fúj téged, igen. Nálad van valami, Feri? Semmi, az ég egyet. Semmi? Azon gondolkozom, hogy nálam sem. Nálam sincs. Nincs egy ilyen fél mangalica sonka? Pont. Biztos van nálad legalább egy csont, amivel játszottál gyerekkorodban, amit a nyakadba akasztottak, egy ilyen velő, amiből már kiszívtad. Nem, mert azt a kutyák már elvitték, tudod? Tehát nincsen, a mangalica sonkát meg nem hurcápoljuk, otthon egy. De nincs egy ilyen félig lerágott struc lábszár csont, sincs semmi is nálad. De egy kulcstartója van, egy marhalapot kajtál, mindenkit meganyúztál. Egy húskló foló, egy foghagyma nyomó, semmi. A marhalapockámon van egy kulcs, nem ugyanaz. Figyelj, a kerékpárosok egyébként, a kerékpárosok azok esküsznek a jó minőségű fémpumpa, egyébként az tökéletes, illetve vannak ezek a kerékpárzárak, amelyekből a prémium minőségűek, azok, amik gyakorlatilag már erővágával is átváthatatlanul. Van a bringám. Annyira durvák, hogy lánc. Csak az... nincs meg a kulcsa, mi? Jó lenne, meg lenne, tudnám használni. Nálam sincs semmi, egyébként azon gondolkozom, hogy így nem. De már... most azért elgondolkodtam. Tehát ahogy jöttek az SMS-ek, hogy itt mindenki hord valamit, csak mi hárman vagyunk ilyen hülyék. Hát nekem én hordok magammal, ja? Mindig van. Nekem ott a hajvasalom, azzal azért a nagyon elkezdek adonásni. Be van dugva, be van dugva. Én azt szoktam csinálni, hogy ilyenkor mindig elsírom, magam a hátamra fekszek, és megmutatom az ágyékomat a támadónak, hogy ezzel jelzem, hogy megadom magam. De tökön, mert mindig csak körbe szimatolnak, és lepisírnak. És mennek tovább. Megadta magát a kis pitbull. Nézd, ez a kisfiú milyen aranyos, hol vannak a szüleit, kérdezi tőle, nem? Eltévedtél, ma megint nem mentél iskolába. Hát igen, nem tudom, hogy mi a jó, hogyha felkészülsz rá, fene se tudja. Jobb talán. Megnyugtat.
megnyugtat. Tehát, hogy magabiztosabbá válsz attól, hogyha van nálad valami. Nem feltétlenül. És hogy jobban kiszállsz herciáskodni? Igen. Tehát, tudod, nem, amikor már reggel kilépsz a kapura. Hát mi van? Elit néztek, gyökerek! Persze, nem erre gondolok, nem persze. Nem erre gondolok, hanem tényleg, amikor tudod, hogy van nálad valami, egy kicsit a fellépésed is jobb. Nyilván nem keresed a bajt, meg nem keresed a feszkos helyzeteket, azért, mert van egy viperád, egy surikened, meg egy kuszarigámád, egy naginatád, és egy... Igen, hogy két nuncsakod, és egy Bruce Lee poszteret. Persze, tudod, hogy valaki így fölállna nekem, azon nagyon örögnék. Megpiszkálna az órát, megnyalná az ajkát, ami vérzik, és beállna egy Bruce Lee-ba, azt elsírnám magam. Szerintem ez egy tök jó módszer. Tehát, hogy elkezdesz nem, Jani, Bruce Lee-zni, érte, abban a pillanatban ott hagy mindenki, nem. Azt mondja, hogy Jézus. Nem, Jani, elmondom, leütnek. Tehát ez nem jó módszer. Vagy le is lőnek rá. Ja, mert megcsináltam. Tehát felállsz így valahol a négyesen egy kamionsofőrnek, akire rádudáltál Bruce Lee-ba, egyszer leüt. Tehát ez nem így, de hogy ez nem jó módszer. Lehet, olyan állást kapsz, hogy összeállod magad. Érted, ne állj föl ilyen kamu Bruce Lee-ba. Egy török kamionos belső Anatóliából nem is látott egyetlen Bruce Lee filmet. Sem, nem tudja beazonosítani. Rő kettőt, és kapsz egy olyan bivajerős ízés sárkány ugró fordulat. Aztán pedig beborulsz az árokba. Hátra visz a bizébe, az almóka ütjébe, lehúzza a gatyádat. Igen, és majd szólított papának. Így van. Ez itt a Best of Morning Show. A rokonságodban egy új gyermek érkezésének örülhettünk. Tényleg? Tudsz valamit, amit nem? Hát tudod. Hogy már kistesód úgy rokon van, hogy a kistesódnak. Ja, azt hittem Vikiről tudsz. Hát nem, hanem hogy Istenes Bence is csomó. Ja, Bence! Adél, az öcséd, hát, igen, az öcséd, úgy gondoltam. És azon gondolkoztam ugyanakkor, hogy... A balkézág. Hogy ez a kislány, mert én mondhatom így 45 évesen. Bence, konkrétan az apja lehetnél. Kislánya Bence, igen. Jó lesz, ezt látom, mindenkinek adunk ma reggel megint. Így van. De én ezt szeretem. Ez a kislány, én mondhatom így, az Adél, hogy ő 21 éves, hogy 20 vagy 21 az éves. Az azt jelenti, hogy 25 évesen te már én az 25 a... éves lettem volna, amikor Jézus, én a pukaracsán is tovább megyek. Az... A lányod lehet, nekem is. Neked is? Ott jókorban van. De hogy az agyaságra? Ezt akartam kérdezni, igen? Hogy nem kapkodták el ezek a fiatalok. Én nem tudom, hogy mióta járnak együtt, de hát azért életük elején vannak mind a ketten, de egyébként ezen a nagyapa sztorin végigmenve a Bencének az apukája. Igen, igen. Az idősebb istenes, hát az se sokkal öregebb szerintem, mint mi. 45-nél, tehát hogy nagyon-nagyon... A legkirályabb autós műsorai vannak. Így van. Még régen a rádióban imádtam. Tényleg. Rádiós autós műsor? Rádió, olyan rádióműsor, autós rádióműsor volt, mint senkinek. Tényleg nagyon jó, de dicséret. Én a tévében néztem. A tévében már kicsit kommerszebb, de nagyon-nagyon jó rádiós, tévés, autós műsorokat csinált. Na, visszatérve. Szóval 21 évesen fiatal. 21 évesen, szerintem. És ráadásul ugye énekesnő azért ott egy karriert beindít, azt most elszaladsz majd gyermeket szülni. Igen, pont most olvastam, hogy a 40-es az új 30-as a nőknél. Igen. Szülésben. Tehát, hogy brutálisan tolódik. Nyilván függ attól, hogy hol laksz, főváros, városon kívül, nagyobb városokban, falvakban, ott azért megmaradt az, hogy korábban szülnek, de például Budapesten, agglomeráció, nagyvárosok, ott egyre inkább ugye a nő karrier, kevésbé fontos a család, cinglik, nem látják már a gyermeknevelésben a szépet, és hogy 40-es lett az új 30-as, tehát hogy akkor szülnek. 21 éves, ugye? 21 éves. Ja. Hát vidéken értem a dolgot, mi ráérünk esténként, tudod? Már jószágot megetetted, oda söndörödsz anya mellé, és akkor jön a dolog, de mondjuk az ő életükben azért kicsit olyan gyors. A korainak érzed, ugye? A Bence arcát képzeld el, mikor meglátta. Láttam én a Facebook posztjukat, megnéztem, ott nagyon boldog volt, mert azt is láttam, hogy az Adél csavarja hátulra a karját. Annyira meghatott, hogy én ezt nem is tudom elmondani. Van egy jó hírem, Belcus. Máton minden mehet. Nem, terhes vagy. Hát figyelj, én mától minden, mert én keveset tudok az ő életükről, de ezen én is gondolkoztam, hogyha nekem lányom lenne, és 21 évesen hazajön, hogy gyereke lesz, valószínű, hogy összepisilném magam. Az ember örül, mert szülő vagy, és a gyereked is gyereke lesz, de 21 évesen nem látom, hogy egy fiatal lány kész személyiség, és ezért nem is biztos, hogy tudja, vagy tudják. De most ne vegyük el a kedvüket. Nem, hát. Ja, nem akarom ne elvenni, csak kedvüket, gondolom. De most már nem is lehet. Igen, az meg a másik, hogy most már nem is lehet. Szép lett volna még az életükben. Ért, most meg a gyerek. Ne, ez nyilván hülyeség, tehát nem elvenni a kedvet, csak így én is ezen gondolkoztam, hogy... De nagyon cukik, meg boldognak tűntek, van, meg aranyosak. Tehát, hogy csak hogy 21 évesen ma egy lány, az lehet, hogy fiatal. Igen. Nem? Mm-hmm. Igen. Jó, de mondjuk Adél egy ritka, érett, kiforrott személyiségű felnőtt nő. Tehát, hogy én azt gondolom... Mi van ma vele? Nem? Azt mondom, hogy gondolsz valójában. Ne azt, hogy... ne, szerintem, én azt érzem, hogy picit korai volt. Ugye előttük még az élet. Á, mióta vannak ők együtt? Azt tudjuk, egy éve? Nem, most már régebb kettő? Voltam. Kettő?
Igen. Mennyi? Kettő? Két év? Mikor? Azt nem tudom, nem számolom. Ja, jó, de hát mondjuk van egy két éves kapcsolatod, az azt jelenti, hogy 19 éves volt a Dél, amikor összejött a Bencével, és akkor két évig ebben a korban az alap lehet egy ilyen hosszú távú dologra? Manapság. Mikor hát mindenki inkább még csapong, még akar körbenézni, még akar menni, mert azt régen tudjuk, hogy ez teljesen normális volt, sőt, még korábban is lett 16-17 éves. De hogyha persze azt érzik, hogy tényleg hogy megtalálták azt az embert, akivel leszeretnék élni az életüket. Érted? Ebből a két jó, éves ember lett mondjuk másfél SMS-ezgetés is. Tehát azért ezek mély dolgok. Azért, ahogy mi örülünk valaki boldogságának, azért az nagyon klassz, nem? De tényleg sok boldogságot neki. Hát, hogy nincs ezzel probléma. Az ember felnőtt fejjel gondolkozik el azon, hogyha lányom lenne és 21 évesen megérkezne mondjuk, akkor mit mondanék arra, hogy apa gyerekem lesz? Hát meg így van. És ott áll a Bence a visszafordított baseball sapkájával, nyakba borulva Flór Tomival. Megyünk újra és koncert. És ki az apuka? Ott van most a Flór mellett a színpadon, éppen nagyon-nagyon. Tehát, hogy lehet, de ugyanakkor meg lehet, hogy tök jó, meg biztos, boldogok lesznek. Ugyanakkor azért azt, hát szerintem mindent valaminek elmondhatjuk, hogyha mondjuk a Bencének lettek volna, mondjuk, vagy lennének idősebb, érettebb barátai, akik már régóta házasok, akkor nyilván közbe léptek volna, vagy mert ha minket kérdezett volna, meg így ennyi év házasság után, akkor én már azt mondom, oda betöttünk volna. Vigyázz! Vigyázz! Nagy kanalat most dobod el a kis kanal! Ugyanaz a bugyi magyar dörökre! Ugye az Üllői úti fák is megénekelte, ugye ugyanaz a bugyi marad örökre? Igen, hát ez erről szól. A bejelentés az egy jó pillanat mindig. Az valahogy megmarad az emberben, nem? Amikor megtudja, hogy apa lesz. Igen. Tehát azért ez náluk is biztos egy jó pillanat volt, nem? Meg is kérdezem Mónitól, hogy ez... Nálad csak mi volt, mivel megmondtam. Én azt hiszem, hogy piros lámpánál tudtam meg, és nem indultam el. És dudáltam. És vártam, és a szem lett még egy piros. Anyád, én nem indulsz! Babát vár. Apa legyen. Mindenem lepörgött. Azt hiszem a komplett életem. Mikor zuhan a repülő, tudod? Tehát, hogy így, hol örültél tényleg? Úgy minden. Kerested a tekinteted a Stuart, ezt, hogy még valami legyen. Még egy viszkit, hozzátok a lúdot, nem akarok úgy meghalni. Ahogy Leonardo DiCaprio üvöltött a Wall Street farkasába, lúdot, még több lúdot. Hát, igen, azért, emlékszel rá, az egy nagy pillanat, nem? Emlékszem. Igen, mondjuk levert a víz. Emlékszem, levert a de víz. Nálam az például sokkal jobb volt, amikor a családnak jelentettük be, mert az is jó szokott lenni, amikor ott állsz kicsit kézen fogva. Tudod, mi nyaraláson voltunk közösen, anyósomék a Horvátország, a sógoromék, mindenki ott volt, és a sógorom, mindenki ott volt, és ültünk a Horvátországban egy ilyen mobil home előtt, mindenki apósan fröccsözött, anyuka a finom kávét hozta ki, és akkor pont ment ez, erről dumáltunk, hogy gyerek meg minden, és akkor ott elő vezettük a dolgot, hogy hát akkor meg vagyunk. Ezzel arra emlékszem. Ja, jó, mert azt hittem, hogy a mama előtt tudta. Nem, hogy akkor meg vagyunk. Ezzel kész van a projekt, megkötött a gipsz és egyebek. Arra emlékszem, hogy a anyósom gyakorlatilag a szomszéd szigeti köpte el a kávét. Igen. És azt mondja, hogy mi a... Igen, ez ott, anyuka, meg vagyunk, hozhatom a pálinkát, jó lesz. De azért még locsolni kell. Mitől szűköl úgy az ember? Tehát én például, amikor én is átmentem anyukámékhoz, már minden már ugrosott, már most mondd el, gyere elő, ne menjünk úgy el, hogy nem mondja. Tehát, és valahogy nem, nehezen ugye? Jön, ugye? Amikor asztal alatt a besenemhátás, hogy negyedszerre rúgnak bele, hogy mondd már, egy kicsit várjunk bele. Hát konkrétan archiválta a fejemet, amikor megtudtam a második gyereket, így sikerült. Nyújj, de jó, mutasd már! Így sikerült kinéznem a második gyereknél. Tehát ott már volt annyira aljas egyébként idézése, hogy lefotózta, amikor előtte-utána képte. Nincs az arcomon ott. Nem őszinte. Nincs az arcomon ott, hogy húha. Így van. Illetve azt pörgött le, hogy igen, szívesen felrakom az Instára, egyébként megmutatom ezt a képet. Egy tankcsapdalnak a részlete jut eszembe az arckifejezésedről. Örök börtön, alva. De ez már a második gyerek. Nagyon amikor jó. Amikor már ugye a Benny után már alszol, már egyenesbe jöttél, már jó, már kezd felnőni, és úgy érzed, hogy kicsit most ugye visszakaptad azt az életet, amit te azért feláldoztál, elengedtél. És hát azért voltak nagy egó harcok, hogy a gyereket magad elé helyezd. Odaadod nekem a képet, hogy csinálsak belőle egy mémet. És gondolat buborékkal mellette. Nyugodtan. Azt mondtad,
Szedd elő a gyógyszert. Ott van előttem valamilyen kis ajándék, vagy kis cipő, vagy valami, és a Viki rákészült konkrétan. Hát a fejemen ott van. Ott van, hogy ugye, hogy na most megint nem. Aha, most ez tényleges kell. Szívesen felteszem az Instagramra, nézzétek. Ez az előtte, utána? Előtte, utána. Az előtte kép az igazán őszinte. Utána már ugye egy időt mosolyal próbálom elütni. Te fotózol? Annyibász hagynálok. Nagyon örülök. Megnézi az egész család. A húgad is. De boldog vagyok. Szóval igen, hát ezek nagy pillanatok. Igen, rengeteg SMS van és nagyon sok hozzászólás. Anyu mesélte, hogy apunak, hogy mondtál, hogy terhes, adott egy szülinapi képeslapot, amin az állci apa, jövőre már hármasban ünnepeljük a szülinapodat, mire apa megszólalt, jaj ne, minek jön át anyád megint? Így van, tudod. A felesége mutatta a tesztet, de nem esett le, hogy mi az, mondta előtte, hogy üljek le. Amikor leesett, hogy milyen sokkot kaptam, és elmentem futni 10 kilométert, pedig utálok futni. A témával kapcsolatban egy dolog jut eszembe, ez pedig egy Woody Allen film, a párbeszéd a következő, mondja a nő, hogy szívem, van egy karácsonyi meglepetésem, terhes vagyok, mire a férfi mondja, elég lett volna egy nyakkendő is. Pontos, de valahogy így hangzott, igen. Nálunk a poén akkor volt, amikor a férjemmel együtt az öcsémmel közöltük, hogy nagybácsi lesz, eléraktuk a pozitív tesztet, és ő megkérdezte, mi ez, pendrive? Hova kell bedugni? Mi van rajta? Töltöttetek valamit filmet? Zenemigás. Potyogtak a könnyei az egész családnak a nevetéstől. Csáó, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Első gyereknél hazajött a munkából, és mutattam neki a két csíkot, megkérdezte, mi az, mondtam neki, hogy mi, erre mondtam, na, szuper, házasodni kell. Hogy azért itt vannak? Azért itt vannak, nagy mondatok. Igen. Anyós, amikor közöltük a nagy hírt, ennyit mondott, ha, gyereket a hülye is tud csinálni. Ugye? Köszönjük, na, mama. De jó, micsoda lelki muníció, micsoda útravaló, micsoda támogatás. Én hullámvasúton mondtam meg a férjemnek, hogy terhes vagyok, sikított is. Sose tudtam meg, hogy örömében vagy, vagy bánatában, vagy a hullámvasút. Igen. Az egyébként menő. Az jó. Én voltam a párommal a Real Barca meccsen, és akkor mondta meg, hogy babánk lesz. Na jó, ez igazságtalan. Ez nem szép dolog. Tehát kiút az ember egy El Clasicóra, ott üvölt 80 ezer ember. Sose figyelsz Madridban, rám. És a csaj bedobja, hogy terhes vagyok, ez nem korrekt. Igen. Hát neked aztán bármit, sose figyelsz rám. Bali meg ott van élete meccsén, tudod. Próbálj kiúzni a fét jobbra. Nátok, hogy volt? Te még nem mondtad. Emlékszel még, hogy felhívtad Monit a hírek alatt, hogy volt? Ő volt, aki elment futni. Mi? Te voltál írtad az SMS, hogy elmentél futni? Mi volt? Lepetésztél, vagy mi volt? Nem mesélted, de nem emlékszem. Nem tudtam felvenni, mert hogy hívják, üvegeket vittem vissza, éppen sorváltam az üveg visszaváltó elő. Hát el a kis szatyrod, a kis gyöngyöleggel. Betről a munkahelyről hívott fel. Telefonon. És akkor mondta, ha telefonon. Tehát, hogy nem akarta látni az arcodat. Bement az üzemorvoshoz, és akkor ott derült ki. Én ezt szeretem benned. De idegen hagyta egy kicsit. A romantikus énedet. Igen, valószínű, hogy tényleg valahol álltál. Mit mondta, jó van, hagyjál végén, majd este megbeszéljük. Megkérdeztem tőle, hogy és mit csináltam. Hát, nem tudom. Mondhat, hogy jó. De van benned romantika, van benned érzé. Én ezt bírom, én ezt szeretem. Hát most minek kell érzékenyülni, minek örülni, minek azt mondani, hogy rendben kicsim, jó lesz, de örülök, jó. Én a maga természetességével tudomásul vettem. Tudna még adni abból a két trüffelből? Gondolom, hogy egy ilyen beszélgetést tartsz. Egy pillanat, tartsd, légy szíves. Két túros, egy trüffel, egy brutál csoki. Mai a krémes vagy tegnap? Köszönöm. Mondjad, anya? Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Picit akkor retrozunk, ezt mi nagyon szeretjük. Mert ugye egy internetes portál összeszedte a 22 legjobb, legismertebb, legmenőbb retro reklámot. Állítások szerint ez a 22 legjobb magyar retro reklámfilm. Nem mondom, hogy mindegyiket végignézzük, azt sem mondom, hogy végig akarjuk nézni, de ha kedvünk van, mondom a címet, aztán belehallgatunk ebbe-abba. Mert hogy azért ezek jók. Hol tartott régen a reklámvilág, hogy próbálták meggyőzni a fogyasztót, hogy vásároljon meg egy-egy terméket? Hát finoman szólva más típusú reklámok voltak akkor, mint most. Mire helyezték akkor a hangsúlyt? Nem a képi világ. De nem is nagyon tudták, mert hát nem úgy forgatták, hogy mostanában forgatják. Indítsunk egy jó kis traubi szódával. Szeretnétek tejreklámot hallani, mert hogy az is volt, márka reklámunk van, bontott csirke reklámunk van, véres húrka, bébi étel. Bontott csirke, imádom. Bontott csirke, minden van. Az a rajzolt, ugye, az rajzolt igen, volt. Igen, hogy talán sajdik. Nagyon jó volt, nagyon jó. Egy jó traubi szóda. Megnézzük, hogy szól a traubi szóda. Várjál, ne indítsd el. Szöveget próbáljuk meg.
felfrissít a dupla buborék. Hogy tudod ezt? Én erre nem felfrissít a dupla buborék. Soha nem. Ezt szólt karácsonykor, Feri? Vicces. Felfrissít a dupla buborék. Fel apát a fröccs gyereket a traubi. Ah, jó. Én erre egyáltalán nem emlékszem. Van egy kettő. Épp ezért a legkedvesebb slágerem. Minden én éneklem. Na figyelj. Aha, igen, így volt. Érdekes, talán inkább kérünk. Jó, minőség. Igen. Ez nem is az volt. Ez egy másik volt. Mire én emlékeztem? Felfrissít a buborék, persze. Ez valami egész más. Írjátok meg, ugye ez is egy traubi reklám volt. Mondjátok, hallgatok, hogy ez egy másik traubi reklám. Van több traubi egyébként, igen. Na figyeljetek, jön a következő. Nem lehet megunni, soha-soha nem lehet megunni. Három angyalnak öltözött fehér ruhás nő táncol egy fehér díszletben, egy pohár tejjel a kezében. Hát, milyen szép világ volt ez, nem? És van szlogen a végén? Hát ezzel nem lehet megunni, hogy egy macskát beledobnak egy gödör tejjelbe. Tehén táncol. Na, azt mondja, hogy márka reklám 80-as évek. Én erre nem emlékszem. Lehet, hogy ez az volt, előbbi, az mit reklám? Az traubi volt. Tej? Igen, azt nem lehet megunni, ez egy tejreklám volt. Tehát mit hittél? Az egy must reklám volt, Feri. Azt se lehet megunni, ebben neked igazad van. Ez egy tejreklám volt, hogy nem lehet megunni. Aha. Ez az, amit nem lehet megunni. Vegyél tejet, de magát a tejet reklámozta, nem egy márkát. Aha. Tehát, hogy így a tejfogyasztást, így van. Márka üdítő reklám a 80-as évekből. Nagyon rosszul öltözött fiúk és lányok táncolnak, brutál bajusszal, iszonyat tesszőrzette. Én erre nem emlékeztem. Minden jobb lesz, fog meg csak a hideg forrat. Márka! Nem emlékeztem rá. Mindenki boldog, ugye? Hullala! Márka! Hullala! Főleg, ha leöntötted magad egy márkával, soha nem jött is semmiből. Úgy éreztel, elfáradt, nehéz volt a nap, fog meg nyugodtan a hideg poharat. Minden jobb Jézus lesz, megfogod Isten a hideg márkás poharat, és kész. Na figyelj, jön a következő. Figyelj. Jaj, hát a legnagyobb. Gyurka, hát Gyurka, véres úrka, Józsa Gyurka, véres úrka, milyen jó a májas úrka, minden jó, sütjoló, húrka, tényleg nyáron jó, itt a kenyér, itt a só, húrkát enni mindig jó. Nátok is lement párszor. Az de én azért bömböltett a véres úrka reklámot. Potenciális vevők volt. De mi az, hogy véres húrka reklám? Tehát, hogy vedd meg a véres húrkát? Nem ment a véres húrka. Nem vitték a húrkát? A kicsit a májas jobban ment, és ezért írtak egy reklámot a véres húrkának. Szezonban azt nem fogy. Csináljuk egy reklámot. Csináljuk egy reklámot a véres húrkának, hogy a magyar lakosságot ösztönözzük, hogy vásároljon véres húrkát. A kolbászt vitték, mint a cukrot, és a húrkapiac meg bedőlt. És nem fogyott. Tehát akkor miért csináltak a disznóból húrkát? Miért nem más csináltak, ami fogyott? Tehát mi az, hogy nem fogy a véres húrka? Egyetek véres húrkát. Hát ezt nem is értem. Mert ugye tej mellett kampányolnak, oké. Tényleg az volt, hogy belegyorsítottak az ének. Igen, ezt egyébként sokszor eljátszottak. Jézus, sokszor eljátszották, hogy egyrészt egy picit egy gyerekesebbre vegyék a függelet, másrészt meg viccesebbre. Na figyelj! Azt mondja, én erre nem emlékszem, kaszkót akarok kötni reklám. Igen, elalszik a csávó. Kaszkót. Ez a, te mindegyiket tudod, kaszkót akarok kötni, figyelj. Láttunk egy ember gyorsan vezetni, nyomja a féket, nem megy, ladát vezet. Megy le egy szerpentinen. Brutál Tom Cruise. Nem itt az ideje kaszkó biztosítást kötni? Nem. Megjelenik mellett egy kis angyal, és ő kérdezi, hogy nem kellene kaszkó biztosítást kötni. Ladák versenyeznek a szerpentinen. Kaszkót akarok kötni. És fölébred. És fölébred valahol. Egy esküvőn. Jézus, atya úr. Ja, azt álmodja, hogy balesetezik, és igen, akkor ezzel elkezd kiabálni, és valami esküvőn van? Esküvőn van, vagy valami előadáson, igen. Nagyon. Na, itt a következő. Trapper Farmer. Reklám.
Hát ez ugye a magyar ruhaipar válasza a Lévis-re. A Trapper Farmer. De itt is az, hogy járjál Trapper Farmer. Igen. Tehát valószínűleg az volt, hogy volt egy hivatalos gyártó, nem? Hát nem tudtál százfélét megvenni, ugye értelem szerint, tehát a Trapper Farmert az egy nagy állami cég gyártotta, és akkor a Trapper Farmernak volt a reklámja. Mindegy, hol vetted meg, ugyanazt vetted meg. Múltkor dokumentumfilm volt erről, hogy a magyar fiatal ugye szeretett volna magának farmert, és kijárt az Ecserire, mert oda jött be a Lévis meg az egyéb nyugati áru, és ekkor jött, amit a Jani mondott, a magyar ruhaipar válasza, a Trapper, ami senkinek nem kellett. Állt a Trapper a nagy áruházakban, és senki nem vitte, és akkor erre elkezdték tolni, szerintem egy darabot nem adtak el többet vele ezzel a reklámmal. Na, egy nagy klasszikus. Pécskesztyű. És egyébként tök korrekt program megy alattam. Bármelyik Omega albumra felfért volna. Hát lehet, hogy jót is csináltak. Jót is csináltak. Tehát jó minőség volt. Na figyelj, itt a következő. Korra és nemre való tekintet nélkül. Munkában és szabadidőben. Reggel és... Nők, idősek, fiatalok kenegetik egymást. Mesztelen nők és férfiak a fürdőben. Mindenféle bőrték. Szóval mindenkinek... Fabulon. Fabulon. Fabulon a bőre, őre használják is nyakra főre. Igen. Volt még ilyen szlogen is. Igen. Na figyelj, itt van Feri a kedvenced. Ez is egy nagy klasszikus. Én vagyok a Stálakópé. Fúj, de utáltam, gyűlöltem. Stálakópé. Ennek a versenynek lett a motorja, jelképe és zászlós hajója, a Skála Kópé. Igen. Nincs Skála Kóp, és akkor Skála Kópé. Szíve mindig vásárlókép. De van a lassú is, a másik. Van a lassú reklám, amit ugye idéztünk, az még jó. Az a bemegyek, kijövök. De milyen jó, kijövök, ha bemegyek. Na, a legjobb 22-ben, hogy húzom, belefért még ez is. Ó, ezt mondom. Ezt imádtam. Így van, D. Nagy Lajos is. Régen S modell, most Sugar World, ugye? És milyen muzsikálás van mindegyik alatt? Azt hiszem, hogy a Stúdió 11 nyomta föl, ugye a Magyar Rádió legendás zenekara volt, azt nagyon okosan feloszlatták az egészet. Itt még rendes zenészek bejöttek, és ez tessék, 20 másodperc reklámfilm zenét kell csinálni. És mindenki nyomta, mint az állat, és irgalmatlan muzsikálás van. És felzenéltek, igen. Na figyelj! Egy Hajdú Minimat szuperautomata mosógépben. Erősen szennyezett munkaruhák ugyanúgy kimoshatók, mint abroszok, konyaruhák, vászonholmi, farmeranyagok, színes ruhák, köpenyek, pamut és műszálas ingek. 18 különböző program biztosítja. És ez a B-tót alatta. 18 programot hát, tudod adni. Tényleg? Igen, az egy az elindul, a kettő a megáll. Igen. Igen. És az egyiket a Bétót volt alatta, hogyha megfigyeltétek. A hang. A Bétót mondta? Igen. Aha. Különféle finom gyapjuholmék. Jersey és sejem ruhák. Alsó fehér menük. Zoknik és harisnyák. Sőt, ágy menük. Takarolják. Nem volt több 16 éves. Kertetugálással vagy anélkül. De már akkor jó helyen volt. No, meg bébi holmék. És pelenkák. Na, azt mondja, hogy jó Hajdú mosógép, oké. Dohányzás elleni kampány, azt tényleg... Tedd le a cigit, mert előttem égsz, az semmi. Öreg, csak előttem égsz, ha égsz. Állj le a cigivel, vagy állj tőlem odébb. A dohányod a füstben, csak elég. Nem félsz, hogy égsz. Motoros banda. Öreg, csak előttem égsz, ha égsz. Nézd, de elosszabja. Állj le a cigivel, vagy állj tőlem odébb. Ne. A dohányod a füstben, nem csak elég. Nem félsz, hogy égsz. Miért tudod ezt ilyen jól? Hát, ez tényleg jó. Ezt láttam. És
valami motoros banda jön. Volt, egy motoros fele volt belőle. Hagyd már abba, és kész. És kész. Hagyd már abba, és kész. Kicsit. Isten. Na figyelj, egy nagyon jó. Köszi. Műszi. Ja, műszi. Igen, tök jó volt. Amit senki nem tudott nagyon sokáig, hogy mi az, nem, ami hogy mi a fene. A reklámot ugye... tudtad, hogy műszi, de hogy igen. Mit reklámozott. Zseni volt. Igen. Ő ugye kijött a Balatonból, és azt mondta, hogy műszi, leemelt a kalapját, és azt mondta, hogy azt mondta, műszi, leszállt gépről, bejött egy ajtón, ő mindent csinált. És olyan volt a zene alatt, mint egy ilyen korai bonanza, hogyha megfigyeltek. Na, azt mondja, hogy MÁV reklám. Figyelem, a vonat azonnal indul. Szalad egy pár, és lekésik a vonatot. Itt lemaradtunk. Mert hiába mondtam, hogy váltsd meg előre a jegyeket. De ha elindul a vonat, megvan. Szívem majdnem megszakra. Vasúti menetjegy és hely egy elővétel, gondtalan utazás. Tehát ezt meg kellett vásárolni. Meg kellett vásárolni elővételben. Jaj, de jók voltak ezek. Még van egy OTP reklámunk. Ha ezért nincs meg, se baj, jövünk. Az mi volt? Se baj, jövünk. Igen, ha elroblak mindenféle ebben. De tisztító. Ja, tényleg valami tisztító reklám volt se az. Se baj. Jövünk. Én meg tudod, mit keresem? A City Grill-t. Emlékeztek a City Grill reklámra? Az ilyen forró kolbászok, hamburgerek. Kerencsi nyomta, és ír popzene maga. A Mekinek ugye létrehozták a magyar verzióját, ráadásul a Váci utcában, tehát a régi postában nyílt ugye az első Meki talán. Bent a Váci utcában, aztán a Nyugatinál, és hát megszületett. A tavernában. A City Grill. Ja. A tavernában. Ő ment is szerintem sokáig ezt szerette a nép. Igen, olcsóbb volt, brutál jó hamburgereket csináltak. Igen, na figyelj itt a City Grill reklám. City Grill, City Grill. Csirke falatot. Ez flipperöcsi. Flipperöcsi. Ne menj tovább. Ha erre halad, ennél marad. Csirke falatot. Atya, nem egy tovább, ha ennél maradsz, jó. Igen. És hát ugye kis dobozokban megjelentek a csirkefalatok. Igen. Fővárosi takarítóvállalat volt a Seba jövünk. Egy nő sikoltozik az ablakban, és két sárga ruhás takarító ember. Se baj, jövünk. Nem, ez nincs meg? De így, hogy mondod, megvan maga a dallam, de nincs meg. Hát még volt egy csomó. Látunk, oly piszkos az ablaküveg, hogy semmit se látunk. Se baj, jövünk, se baj, jövünk. Na hát, kúszeti a ház falát. Se baj, jövünk, se baj. Nagyon jó. Méreg, milyen méreg, fogám, rovarundok, méreg. Se baj, jövünk, se baj, jövünk. Nálam hazám főhelye, piszkos lett a főnege. Se baj, jövünk, se baj, jövünk. Ha mond önnek a takarítás, erre keres valaki. Takarosan takarít, most ön még meg is takarít. Takarosan takarót. Atya úristen. És ez mi volt, amikor rohangáltak a nyugdíjasok, és lecsúszott valaki a korláton? Az a sárvári termálkristály. Igen. Az, hogyha fájt valamit, akkor ez a kristályt beraktad a fürdővízbe, vagy, és akkor az segített rajta. Igen. És egy néni csúszott le egy korláton. Aztán meg föl. Sárvári termál kristály. És csúszik le a kockás. Vágás, kaszkadőr. És azt hiszem, hogy vissza is megy aztán. Igen, vissza megy aztán. És a bácsi is lecsúszik. Bácsi neki szalad kalapban, kockás kis zakóban, és fölugrik a trollira. De egy olyan brutális adag, mint a Tom Cruise nem ugrik ki, hát ez a Mission Impossible 5-ben. Hát ezek jó voltak. Tamás? Sas azért is. Sas Tamás volt azt hiszem a rendezője ezeknek, ugye? Sas vagy István? Sas Tamás. Tamás volt a rendezője, és egyszer elmondta, volt egy beszélgetés, hogy kérdezték, hogy hát miért ez, mert volt például egy olyan tejreklám, ahol emlékeztek, egy boci állt a képernyőn csíkos zokniban. Megvan? Igen. Mind a négy lábán a bocinak csíkos zokni volt. Ez nekem nincs meg. Nincs meg, és akkor ő mondta, hogy gyakorlatilag trükkjük nem volt, tehát nem volt még a technológia olyan Magyarországon, pénz nem volt rá, és azt mondták, hogy ezekkel kellett valamit csinálni, mert ott állt a tejipari vállalat, és mondta, hogy van egy tehenünk, vele kell reklámfilmet forgatni. És így felraktak rá négy? Hát négy zoknit, és utána annyi trükköt tudtak csinálni, hogy egy lépést fölvettek a tehén. Igen, meg vissza egyet. És oda-vissza lépett a tehén, és ment, hogy így állt. Ki az a Spielberg? Hát mi az Avatar, érted? És lépkedett ide-oda a tehén. Ide-oda a tehén, és ment valami dal, hogy így állt helyett. Őrület, hát szerettük ezeket. Nem mulhat.
Gyönyörű reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Otthon elromlott egy technikai berendezésünk, és elvittem egy szervizbe. Az interneten néztem ki a megfelelő szervizt, ők konkrétan ezzel a típussal foglalkoznak. Ajaj, rosszat sejtek. Hát, igen. Szóval, hogy nem volt egy kellemes élmény. Mi lényeg? A lényeg, hogy igazából nem volt semmiféle probléma, elvittem, hogy monitorról van szó, leadtam a kis adataimat, stb. Leadtam a telefonszámot, majd értesítenek, hogy javítható a készülék, vagy sem, vagy hogy érdemes egyáltalán javítani, mert mostanában azért így szokott lenni, hogy beviszel valamit, aztán mondják, hogy 15 ezer forint, de mondjuk 12-ért már vennél abból a készülékből egy újat, és stb. Na minden esetre eltelt 2 hét, nem nagyon kaptam semmiféle hívást tőlük, úgyhogy rájuk telefonáltam. Következő történt, oda telefonálok, felveszi egy úriember a telefon. Zentessék. Akkor mondom, nem hogy ember, igen, csak ember. Igen, és számot. Mondom, hogy tetszik a számot. Mondom, milyen számot? Van egy szám a papír. Mondom, jó van, akkor melyik is ez a vastag betű. Mondom, jó van a vastag betű, és bemondom a vastag betű számot. Nem javítottam. Hogy tetszik, nem javítottam. És mondom, nem tudtak volna esetleg telefonálni. Telefonáltunk, nem vette fel. Mondom, nem lehetett volna esetleg, nem. Hogy előre keresem a hibát. Esetleg még egyszer tele. Nem. De hogy magával is biztos, hogy nem. Akkor jó. Azt ennyiben maradtunk, elment a monitorért, elhoztam, aztán kiderült, hogy sajnos tényleg nem javítható a készülék, úgyhogy bevittük a piros-fekete áruházba, ott ingyen le lehet tenni ezeket a holmikat, vettünk helyette egy újat, de szóval, hogy srácok, tényleg, tehát, hogy nem lehetne egy picit, úgyhogy elnézést, sajnos a készülék nem javítható. Legyen kedvesben mondani a számot. Így van, próbáltuk meg önt elérni, sajnos nem sikerült. Ez a Jani karmája, tudod, de hogy, naponta de, három ilyenbe fut bele. Tehát, hogy de nem tudta, hogy én vagyok. Tehát, hogy nem de tudta, akkor attól még te belefutsz. Én 10 év alatt nem futottam bele egy ilyenbe. Persze, nem tudta, hogy a kopasz törpe az az 50-es villamosról, hogy szoktak emlegetni. Lehet, hogy rossz napja volt, lehet, hogy volt. Nem? Akkor se engedheti meg magának, ne, szerintem srácok. Egy figyelj szolgáltatás. Nem tudott igaz. Volna, nem. Lehet, nem. Igen. Őszinte. Őszinte volt. Tudott volna? Nem. Hogy ezt így kell. De legalább várja meg, hogy mit. Nem tudott volna. Hadd kérdezem már meg szegény. Még nem mondta, még nem. Ja. Jaj. Szóval, hogy így. Itt tényleg csak ennyi, hogy legyen kedves bemondani a számot, a javítási számot. Most én biztos, hogy félreértem ezt a dolgot, de hogy nem én vagyok az, aki munkát viszek nekik, várok egy szolgáltatást, és azért a szolgáltatás. Hogy van az? Mondd meg nekem, hogy van az, hogy te mindig ilyenekbe? Hogy van az, hogy te rögtön kidobod, és veszel helyette egy újat? Én bemegyek, megveszem, ott van. Hogy van az, hogy te tényleg lépten nyomon, te mindig ilyenekbe botlasz, ha sorba állsz, ha valakit fölhívsz, ha szabóhoz mész, ha mész töltetni öngyújtást, ha mit tudom, esernyőt csináltatsz, ha Schusterhoz mész, hogy van az, hogy figyelj, itt még azt mondhatnám, hogy nekem nem volt a kopasz történek az 50-esről, tudod, tehát, hogy nem nekem szólt, nem lehetettek a személyemmel kapcsolatban, és a verziója az úriembernek, tehát, hogy nem ez a stílus, de az nem elmúlt egy évben elmeséltél 10 ilyen sztorit. Hogy van az, hogy másnak mondjuk lehet, hogy egy évben egy nem van, lehet, nem vagy lehet az, hogy ez egy általános jelenség, és azért tudod, sikerült nem elmesélni 10 ilyen sztorit? Hogy nem. Hát lehet, ezért ezekbe te valahogy belebotlasz. Vagy ezeket te benyalod. De a telefon keresztül érzik, hogy te vagy. Ja, értem, hogy az a baj, hogy ilyen nagyon alámenős a stílusom, nagyon megalázkodó, nagyon udvarias. Ja, és hogyha én is így telefonálnék, hogy monitorom. Hogy tetszik mondani, monitor? Milyen monitor? Amit bevittem. Ha most mi van vele? Miért nem telefonáltatok? Tehát, hogy nekem nagy is ebben esélye, a stílusban kellett volna. Ha én telefonálok, volna. Akkor valószínűleg egy másik pali veszi föl, aki vagy a Feri, vagy a Zsűl. Tehát ezeket jó, de azért te általában... Sem, igen, az. Igen. Nem, és onnantól mondom, kezdve meg már hogy hívják, hallja az ember, na hogy de ez legalább olyan őszinte, mint a te parid. Az a sebes Csebalázs, az. Figyeljetek. És akkor, hát most hazudjak. Egyébként ugyan, általában nem tudjuk szoktam javítani, bemondani. De adunk egy újat. Nem szoktam bemondani. De tényleg hogy van ez, hogy te egy hónapban 4 ilyenbe botlasz? Más egy év alatt botlik bele mondjuk mert egy én vagyok ilyenbe. Az egyetlen, aki ebben az országban javítatja a dolgot, és nem kidobja. Ezek a szóval nagyon hihetetlenek, hogy így tényleg, hát a taxisofőr, aki undok veled, a kisgép szervizben a minden hónapban három ember, aki rondán beszél, a közértben, aki félrelőg, a pénztárnál, aki beáll eléd, a buszon, aki beléd, tehát ezeket valahogy vonzod. Nem? De nem így van? Így, hát minden héten van három ilyen sztorid. Hogy és mikor aláztak meg ezeket? Nem is van egyébként, tehát hogy most konkrétan volt egy ilyen kis elírás az egyik ilyen szerződésben, mert pont ennek a monitornak volt egy ilyen gyári szavatossága, meg gyári garanciája, és akkor arra még ráfizettünk egy pár évnyit, hogy ezért vitte
vagy 5 éven keresztül legyen rá garanciánk, és ott volt egy kis elírás a részükről, a cégnek a részéről, ahol vásároltam a monitort, és aztán így ezt én kiszúrtam, betelefonáltam ide-oda-amoda, és akkor így helyre tettük a dolgokat, végtelen udvariasak voltak, és jó fejek voltak a piros fekete áruházban. Tehát, hogy tényleg nagyon jó arcok voltak. És ott a Móni vásárolt? Vagy ott voltál? Amit ne, ott álltam mögötte. És vagyok. Mondd nekik ezt is. Most lebukok, most majd kiszúrtam. Most megint lebukok. Ki van? Nem! Mi az? Mit akar maga? Ki az? Nem a kopasznőpe az 50-esről? Akkor nem! Mondja meg a férjének, hogy nem! Nem tudom, tényleg vonzod ezeket. De hogy ott tök udvariasak, tök jó fejek voltak, pedig ott is aztán azt látod, hogy naponta mit 500-an mennek bevásárolni. Tudod. És megmondtad ennek a csávónak, hogy nem kéne így beszélni? Vagy... Nem figyelj, olyan... Nem? Olyan Jani nem ilyen. Hát de most olyan. Nem mondanád el, hogy elnézést tudom, én rendesen beszélek önnek. Ott pont az volt, hogy ugye viszonylag messzire is kellett utaznom, tök meleg volt, én is már hogy hívott, le volt. Nem, bementem, elintéztem, jó van, viszontlátás, az kész. Hát te, és a büdös életben nem fogom senkinek nem fogom ajánlani ezt a szervizt, komolyan. Tehát, hogy is ez így megéri. Elmentél. Nekik biztos. Elmentél, megpofoztak, eljöttél. Oda ment a pofonért. Jól van. Egy verbálisan szétrúgták. Jó, tudod, akkor most nem ajánlok senkinek. Mert ilyenkor legalább ott van az elégtétel, hogy az ember elmondja, vagy helyre teszi. De hát te elmentél, kapták egy pofont, hazajöttél. Így van. Ez két hete, és ebben a sztoriban vagy. Egy klasszik Jani sztori, nem? Oda mentél, verbálba felpofoztak, eljöttél. Hagytad magad, jó megverni verbálba, agyonvertek, eljöttél. Tudtam rajta, hogy csináltatok egy ilyen pólót magamnak, egy hülye vásárló. Hülye vásárló vagyok, most oszt, itt vagyok, tessék. Hát, tudod erről az elméletemet, hogy egyszer már ezeket neked helyre kéne tenni, te is megkönnyebbülni, nem rágodnál rajta két hétig, és sokkal jobb lenne a lelki állapotod. Most mindig odamész, minden jó, megpofoznak, verbálisan eljössz, ez mindig vereséget szenvedsz. Ez helyre kell tenni, hogy elragudjon uram, maga miért ekkora paraszt? Nem, de tényleg. És akkor te hirtelen elgondolkodik, kizökkented, elnézést kér, visszavesz, hát ezeket nem. Ezeket a kommunikációs csatákat meg kell vívni, tudod, én mindig azt mondom, nem szabad hagyni. Nem szabad hagyni. Hát igen, csak egy tudod, hogy van benne, nem mindegy, szóval. Nem szabad, nem, jó uram, hát azért lehet normálisan beszélni, most nálam megbántottam, megkérdeztem, tudja ki vagyok, a vevő, tudja. Tehát igen. Azért ezeket, ha felteszed neki, akkor ezek ki lehet. Tudja ki vagyok, tudom, hallgatom a rám, a törp az 50-esről, aki mindig megaláznak, úgyhogy nem. Így van, tudja, nem az, akinek ez a sorsa, aki ebben élje nyomorult kis 40-50-60 évét, nem, én a vásárló vagyok. Ez a karmád, nyugodj bele. Ki tudom fizetni egyébként a szolgáltatást. Valahogy, te tényleg, neked ez a karmád. Akkor hagyjuk is. Küzdj vele még egy darabig. Bejössz reggel álmodod. Megint, Jani? Megint. És én tudni fogom. Jó napot. Igen, mondja csak. Nem vagy ne is mondjon, csak mutasson. Így van. Rossz kedved van, Jani. Megint. Jó van. Nem mondd el a sztorit. Úgy is hallottuk már százszor. Megint, Jani? Megint. És ezt több bejövök. Reggel csak ennyit kérdezek. Megint? Látom bal lábát. De itt vagyok. Rúgjon belé. Csak annyi, hogy hol történt. Dohánybolt, benzinkút, BKV busz. Megint. Jó. Fel a fej. Ezt adtuk feladatnak, hogy legyél kemény egyszer. Egy fél évvel ezelőtt emlékeztek rá? Az volt, hogy majd ugyanezt mondtuk el, hogy olyan, persze, ez karmája is. Sorba, hogy... nem ja, szól, akkor meg föllökik a buszon, nem akkor szól. Akkor meg te vagy a kis köcsök. Persze, terpe, igen. Anyádér játszod az eszembe, mert te rádiós vagy. Akkor meg ez van. Akkor meg azért. Tudod. Most akkor mit csináljuk? Menjek alájuk, legyek megalázkodó, tényleg, tehát hogy legyek kedves, legyek vagy legyek kemény, csoki, legyek kemény. Babettával jársz, anyáddal élsz, van egy macskát, hát legyek kemény. Pláne még egy kutyák is. Én az ilyeneket úgy helyre teszem, mint a húzat. De nem azért, mert hogy megtehetem, hanem mert egyszerűen az ember bántja, és utána tudom, hogyha nem teszem meg, akkor egy napot azon fogok rágódni, hogy de hülye voltam, de puha voltam, megint nem mentem bele, de pöcs vagyok, mély hagytam magam, én ott a hely, úgy kezelem, mint a húzat. Leteszed a telefont, és azzal, hogy kezelted, azzal el is felejted. Most te két hete itt izél. Ezen érted, kornyadozol. Én meg azt hittem, hogy a meleg miatt nem alszom. mert helyre tett egy ilyen kopaszodó, kicsit megkeseredett, nagyon ronda felesége valószínű. Sokkal több haja volt, mint nekem. Lehet, hogy erről szólt a több. Egy ilyen kiégett kisgépszervizes, érted, akinek tudja, hogy a következő 20 évben turmixgépeket fog szerelni valószínű, meg van gyomorodva, és abban éli ki magát, hogy helyre tegyél benneteket. És hagytad magad. Fölpofoztak verbálisan. Ennyi volt. Helyre kell tenni, nem? Kéne. Nem szabad csicskának lenni. Érted, csicska. Érted. Ahogyan az én a élet filozófiám. Nem az élet kemény, te vagy csicska.
Ennyi ez az élet filozófiám, nem az élet kemény, te vagy. Szerintem bejebb van most a Jani, sokat segítettél. Ennek mély igazsága van ennek a mondásnak, higgyétek el, nem az élet kemény, te vagy csicska. Ennyi. Na, akkor inkább egy olyan pólót csinálsz, hogy csicska vagyok, de próbálkozom, vagy valami. Hát, tehát, de most egyelőre olyan pólót csinálsz, hogy csicska vagyok, ne bántsatok, és ha majd elkezdesz próbálkozni, akkor már jöhet a csicska vagyok, próbálkozok. És a végül utána már majd elhagyhatjuk. Ennyi, bele kell állni ezekbe. De most mondjátok azt, hogy nem jól mondom, nem? Hát én nem tudom, mert még nekem... Én most indulok el az úton. De nem ő miatta meg, nem az ő megrendszabályozása, hanem a te közérzeted miatt. Egyszerűen, ha valaki bunkó, azzal közölni kell, hogy te most bunkó vagy. Mert az neked egy kicsit jobb lesz. Én is számtalanszor nem közöltem. Régen beültem az autóba, és tényleg napokig mérgelődtem, hogy miért hagytam magam, hogy ez ennyire paraszt legyen. Miért vagyok puha, miért nem állok bele? Beleállsz, kihúzod magad, és jobb érzés lesz, önbizalmat ad. De lehet, hogy Jani meg azért fog parázni, mert elmondta. Akkor most adj egy számot, vigyél még el valamit, és megmutatom, hogy kell, és én fölhívom. Na, most komolyan mondom, ha elromlik, vidd el, és gyere el velem, hogy én fölhívom. 10 óra, 10 perc, átmegyünk a szerkesztőségbe, megfogom a kezed, átsétálunk, odaadod a 26-23 turmixgép, vagy nem tudom, kézimixer, vagy nem tudom, hagymavágódat, vagy mit tudom én, mit. Basszus, hogyha most ezt hallották, ezt a beszélgetést, tudod, mi lesz. Te, és az csak is téged fog majd igazolni. Meg. Rájuk telefonálsz, és akkor jó napot kívánok, elnézést, mire segítetek? Igen, ne hozza be, értem egy most a saját autómban. De nem mondom be a nevemet. A gyerek ne, nem. Első óra, úgyis csak élményben számolok, nem értem egy Nem mondom be a nevemet. Csak lemodellezem neked, hogy mit kell ilyen helyzetben csinálni. Ezt megmutatom. És akkor mit kell ilyen helyzetben csinálni, és hogy kell finoman, intelligensen úgy helyre tenni, hogy észrevegy, hogy ő volt a bunkó. Nem leszek paraszt, nem küldöm el az anyjába. Csak finoman éreztetem vele, hogy ő abból él, amit én viszek neki, ezért ne legyen paraszt. Úri emberként fogom megcsinálni. A szátát hamarad. Kihangosítom, és meglátom. De jegyzeteljék közben, első mondat. Igen, első mondat. Igen. Jó napot nem. kívánok, Sebestyén Balázs vagyok. Nekem ehhez nem kell. Hát, ezt kell megjegyeznem valahogy. Én a nevemet csak akkor szoktam bedobni, ha nagyon nem akar kijönni, ha amit te meséltél, hogy van egy munkás mosogatógép, szervizeljen meg, szereljen be, nézzen meg, mi a probléma, nem kell ahhoz ő, akkor már végén álmodom, és akkor hát ki tudom csábítani. De egy helyrakásnál mondj egy nevet, bemondom neki. Leszek én Vég Béla is, vagy bármi. Ja, jó. Risotto. Na, szóval tényleg, megmutatom. És ha elindulok egy ilyen úton, akkor mind... Rá fogsz érezni az ízére. Jó. Hogy ez a... mindig számoljak be. Tehát akkor ugye bejünk reggel, és akkor az első... Na, tegnap csicska volt? Vagy csak kicsit csicska. Na, csicska volt? Nem az élet kemény, te vagy csicska. Ennyi. Nem, hát utána végigjárjuk azokat a helyeket, ahol bántanak, és akkor mindig ott állok majd melletted, és megmutatom, mindig, hol vagy? A benzinkúton, jó, gyere velem a renomémat, az biztos, mindig jár mellettem valaki. Melyik buta, sem melyik volt? Az a néni ott, jó, gyere velem. Majd így kezelem, na mutatom a néni. Melyik néni volt, mutass rá. Mutass rá, kezi csokkolom. Miért tetszik így bánni a gyerekkel? Miért? Kezi csokkolom, miért tetszik parasztnak lenni? Nem kell annak lenni, hát mi vagyunk a vevők. Szóval de végigjárjuk ezeket a helyeket, és akkor megmutatom neked szívesen. Én ezeket imádom. És akkor még töltsél egy napot a Wikivel, na akkor meg aztán rájössz, hogy szorozd meg a Mónikát 3000-re körülbelül ilyenkor. Hát, hogyha a Wikivel eltöltök egy napot, azután meg is kell szoroznom a Mónikát 3000-rel, azt gondolom. Mert azért, ahogy hallom, a Mónit se kell félteni ilyen szituációban. Na ő beleáll ezekbe, ő beleáll. Na hát akkor a Wikit még azt mondom, hogy 4000-re szorozd meg. Ott van húzás a jobb karnak. De igaza is van, tehát jól csinálja szerintem. Na jó. Akkor jobban vagy? Jobb, elmondtad, jobb, látod? Jobb. Két hát most, hogy így beledörgölted, hogy egy csicska. Hát, nem, én csak azt mondom, nem az élet kemény, te vagy csicska. Tényleg. Tök jó, érted. Na látod, így kell csinálni, hogy nem csicskázott le közvetlenül, csak elmondta, hogy egy csicska vagy, de ez nem rólad beszél. Ez is az egyik életfilozófiám a sok közül. Ez is az egyik életfilozófiám. A Best of Morning Show. Vendégünk pedig megérkezett, rengeteg kütyűvel felszerelkezve, Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató. Hello, jó reggel, ciao. Sziasztok! Mostanában tényleg mindenki sokat beszél erről a mesterséges intelligenciáról. És ugye Buenos Airesben volt a napokban egy mesterséges intelligencia konferencia, ahol ugye hát a világ legnagyobb koponyái felszólaltak a mesterséges intelligencia ellen, a Google-től, a Tesla-tól, az Apple-től, vagy éppen Stephen Hawking, aki ugye mondja, hogy az emberiségre a legnagyobb veszély most már nem biztos, hogy a földön kívüliek jelentik, hanem például a mesterséges intelligencia.
Ezeket nyilván te is olvasod, vagy követed az ilyen erről szóló publicisztikákat, cikkeket. Jól gondolom? Nagyon, mert rengeteg felhasználás lehetősége van az egészségügyben. Kórházak irányításánál nem lesz több várakozási idő. Tehát a kórháznak a mozgását, a mozdulatait jobban tudja megelemezni és megtervezni egy mesterséges intelligencia, mint hogy bármilyen kórházi menedzser nekiállna ezt kézzel kitalálni. Láttatok a Nő című filmet, 13-ban Spike Jonze-tól? Nagyon szeretem azt a filmet. Annál jobban leírni azt, hogy az Emmy az mire lesz képes, talán még nem is írta le a film. Az Ex Machina írta le most idén. Na, azt nagyjából nem szerettem, látod. De ez azért az Ex Machina azért nagyon jó példa, mert hogy az Emmy-t elkezdik fejleszteni, mindig az a kérdés, hogy ebből egy barátságos vagy nem barátságos Emmy lesz a végén. A barátságos az Emmy a mesterséges intelligencia, csak látom Jani, hogy már picit kezdett összekavarodni a szemem. Behomályosodtunk mi ketten a Janival. Hol vagyok? Kik ezek az emberek? Ugye ez az Ex Machina, ez arról szól, hogy tulajdonképpen semmi más nem történik a filmen, mint hogy egy minimalista házban van egy pali, aki fejleszti a mesterséges intelligenciát, és meghív egy másik tudóst, hogy ők ketten tanulmányozzanak egy robotot, ami már emberi érzelmekkel lett felruházva. És a robot, ugye a film végén, hát most ellövöm, aki meg akarja nézni, az most egy pillanatra halkítsa le a rádiót. Egyébként ne nézd meg, mert nem egy túlságosan mozgalmas és jó film. Zseniális kicsit film. Kicsit azt mondta ezzel, nem? Zseniális film, ki ne hagy. De tényleg? Az Emmy-ről az egyik legjobb film, hogy valaha csináltak. Fú, de untam. Na mindegy. A végén önálló életre kell, a legnagyobb közhely önálló életre kell, és a gazdája ellen fordul. Tehát ezt már James Cameron is megcsinálta. Meg rengetegen megcsinálták, hogy a végén a saját fejlesztője ellen fordul a nő, akinek személyisége van, és az egyik tudós kicsit belezúg a robotnőbe. Erről szól, ugye? Hát akkor ezért nem szeretted, nem igazán erről szól. Én végig szenvedtem. Hogy van a lehetőség az Emmynek arra, hogyha egy emberrel kapcsolatba kerül, hogy kiusson a saját zárkájából. Így van. Hát ugye a robot ki akar jutni, és a pali mint egyfajta ilyen kis csali van bedobva, hogy a tervező megnézze, hogy a robot valójában ki akar eljutni. És akkor mindig ez azt hiszem, hogy barátságos lesz, de hát megvan az esély annak, hogy ha már emberi kontakt van, akkor meg fogja oldani, ki jusson onnan, hiszen Emmy. Nálunk valószínűleg fejlettebb intelligencia lesz egy ponton túl. Na, de miért ekkora ez? Tehát itt mindenki a fegyverekről beszél, ugye, hogy a mesterséges intelligenciát elkezdik fejleszteni, és mondjuk fegyverek gyártanak, és ezek önálló életre kellnek, akkor elindul egy ilyen mesterséges intelligenciával ellátott fegyverkezési rivalizálás. Erről szól ez a konferencia, hogy hogy lehetne ezt megállítani, hogy katonai nagyhatalmak ne tudjanak ilyet fejleszteni. Az Emmy az nem egy ilyen igen-nem fekete-fehér kategória. Tehát nem lesz egy pont, ahol bejelentik, hogy ma reggeltől van Emmy, hanem már most is vannak Emmyhez hasonló rendszerek, például az autóinkban. Meg számtalan más a Google kereső motorjában, az Amazon, ahogy ajánlgatja a terméket, abban Emmy-szerű algoritmus van mögötte. És lesz egy pont, ahol olyan Emmy-t fejlesztünk ki, ami elkezdi magát fejleszgetni úgy, ahogy nem is értjük már, hogy mit csinál, vagy hogy mit alkot saját magából. És ez a pont, ez úgy hívják, hogy szingularitás, mert hogy mint a fekete lyuknál nem látunk bele, nem jön ki onnan fény, ebben nem tudjuk átlátni a folyamatokat, a fejlesztési irányokat, és honnan tudhatjuk azt, hogy az Emmy egy ponton túl nem fordul ellenünk abból az indokból, hogy nyersanyag felhasználó források vagyunk emberekként, és feleslegesen az ő céljait befolyásoljuk. De nem tudsz beleépíteni egy olyan gátat fejlesztőként, ami azt mondja, hogy van-e egy pont, amint te nem léphetsz túl, akármilyen okos mesterséges intelligencia. Hát igen, csak majd felülírja azt is. Pontosan erre szólnak a viták, hogy lehetne barátságos semmit algoritmus fejleszteni, ami az embert, az emberiséget soha nem bánthatja. De hát ahogy mi embereként is felül tudunk írni, olyan dolgokat megtanultunk régebben, aha, ha egy mesterséges intelligencia nálunk sokkal fejlettebb, az esély megvan rá, hogy okay, ő is felülírja magát. Oké, de akkor magát. Itt arról van szó, hogy az emberi hiba fogja okozni ezt a katasztrófát, ha ez bejön. Akkor, érted? Mert azt mondod, hogy lehetne olyat fejleszteni, ami a jó célokat szolgálja, mint ahogy tényleg van, hogy Jani tudjuk a pornó oldalakat nézi, tehát igen? Neki, ha belép a Google-ra, mindig földob egy ilyet, ugye? Így van. Na, ez már mesterséges intelligencia. Köszönöm szépen a Google-nak. És nagyon szívesen mondaná a Google, hogy azt nem tud beleépíteni? Ezt, tehát, ha nem tud beleépíteni, akkor az emberi hiba lesz. Az Emmy szakértői szerint ez csak elvi nem lehet beleépíteni, mert hogy ezzel azt mondod, hogy ez csak egy ilyen kócsai algoritmus sor lesz a végén. Viszont ha beszélgetsz majd vele, és mondjuk egy szobában van, amit te nem látsz, hogy ő ki, vagy mi, hogy algoritmus, vagy ember, nem fog tudni megmondani, hogy ő ember, vagy robot, vagy hogy empátiát közvetít felét, vagy érzelmei vannak, hogy etikája van, vagy elvei vannak. De kell ez nem fogod tudni. Ugye erről szólt ez az Ex Machina is, bocsánat, hogy pillanatra még visszautolok a filmre, akit érdekel, tényleg nézze meg, ugye, hogy emberi érzelmeket kezd el táplálni a kutató iránt a robot, és a srácot ez megtéveszti, és kicsit viszonozza, és beleszeret a robotba, és ugye ezt boncolgatja tényleg, hogy mi van akkor, ha már egy robotnak, egy programnak elkezdenek érzelmei lenni.
ebből a szempontból érdekes, de hát tényleg valódi félelem ez, hogy kellettől valójában tartanunk, hogy ez 45 év múlva megtörténik, ami ugye nagy klasszikus, de tényleg a Terminátorban, hogy a Skynet öntudatára ébred, és az emberek ellen fordulnak a gépek. Most mindenki erről beszél, tényleg is legnagyobb koponyák mondják, hogy jaj, csak ezt ne óvjuk meg ettől a világot. Kérdés, hogy meg lehet-e? Minél hamarabb foglalkozni kell ezzel. Tehát ha elolvassuk a legjobb könyveket a témában, Nick Bostrom, bostoni kutatónak van egy Szuperintelligencia című könyve, az zseniális. Minden forgatókönyvet végigvesz, hogy mi történhet, hogyha teljesen barátságos lesz, ha teljesen barátságtalan. És az a vége, hogy nem lövöm a poént, az a elemzésének a vége, hogy szinte lehetetlen barátságos semmit készíteni. Azaz lehet, hogy barátságos lesz azzal, ahogyan ő kialakul, de nem lehetünk biztosak benne, hogy majd nem akar minket nyersanyag forrásként a parkoló pályára tenni, és a saját fejlesztését, fejlődését minden áron fenntartani. És hogy vagy ezt csináljuk mi is? Mitől lenne egy nálunk intelligensebb lény, vagy eszköz, vagy algoritmus, mitől gondolkodna másképp, mint hogy az emberi civilizáció gondolkodik? Hogy a mi fejlődésünk mindenek felett áll. Tehát egy hangyát simán eltaposol, mert nem izgat téged, hogy most mi lesz az ő civilizációjában. Mi van, hogyha kapunk egy olyan algoritmust, amihez képest a hangyák mi vagyunk? Miért foglalkozna azzal, hogy mi jól vagyunk-e, hogy boldogak vagyunk-e, vagy élni akarunk-e, vagy sem? Na ez a veszély, amit látunk. Igen, csak azért az embernek vannak, úgymond, tehát mindig van egyfajta haszonélvezője annak, hogy valakit eltaposunk, nem? Persze nyilván ez a gépeknél sem elképzelhetetlen, de van haszonélvezője. A nyersanyag, a profit, a forrás, tehát hogy valamiért valakit eltaposunk, céljaink vannak azzal. Na most kérdés, hogy ezt a gép ugye megtalálja-e, mert az ember az valóban olyan, mint egy vírus, megyünk, szaporodunk, fölégyük, tönkretesszük, megyünk tovább, semmi más nem csináljunk, mint gyarmatosítjuk az egész világot, elhasználjuk, megyünk tovább. Egy gyorsan, rosszul szaporodó vírus az emberiség szerint. Sajnos. Tisztelete kivételnek. De hogy azért mégis cél és értelem és önző szándék van mögötte. Kérdés, hogy a gép az mit akar tesz-e mögé, mondjuk önző szándékot, önös érdeket, reményt a profitra, amit az ember mögé tesz, és ezért hódít, nem? Az EMI szakértői szerint lesz egy pont, ahol nem tudod azt mondani, hogy az embernek a céljai azok eredendőbbek, mint az EMI-nek a saját céljai, mert hogy annyira intelligens lesz, hogy szinte lényként kezelendő. Akkor érti meg valaki ezt, hogyha beszél egy chat robottal. Ezek beszélgető robotok, arra vannak kiképezve, hogy majdnem EMI-vel a háttérben tud velük beszélgetni, és az a feladat, hogy pár perc alatt el kell dönteni, hogy ember vagy robot. Volt egy ilyen kísérlet, ugye, valamikor, júniusban talán most, hogy összehívtak egy csomó újságírót, és leültettek 30 embert, és el kellett dönteni, hogy ki van a másik oldalon. Robot van a másik oldalon, és mesterséges intelligencia, vagy egy sima ember. És ugye a kísérlet lényeg annyi volt, hogy felruháztak személyiséggel egy robotot, és az újságírók nagy százaléka egyébként azt hitte, hogy egy másik emberrel beszélget, és kiderült, hogy nem. Talán egy ukrán fiatal fiúnak a személyiségével felruházott robottal beszélgettek, és az újságírók már nem tudták eldönteni. Algoritmus, igen, tehát egy chat robot tulajdonképpen, egy mesterséges intelligenciával rendelkező robottal beszélget, és azt hitték, hogy humán ember van a másik oldalon. Ez a tudás, és a újságírók harmada elrontotta azt, hogy így azt mondta rá, hogy ő ember volt, és én sorba álltam online, fél évet vártam rá, hogy beszélgetessek vele, és beszéltem vele. Beszéltél vele? Kellett egy 4 perc, mire azt mondta. Tudtam, hogy hol bukott meg. Hát ezért kellenek az igazi szakértők. Megkérdezett tőle, hogy te már gondolkodtál azon, hogy a legjobb barátomnak a feleségével kuficoljál? Nem, hazudik. Hogy indul egy ilyen beszélgetés? Leültök egymással szembe, csak nézzük, mert tényleg azért sok ember számára elérhetetlen. Kapsz egy belépési kódot valahova, és elkezdesz csetelni a másik oldalon, ugye, mint utólag kiderült, egy mesterséges intelligencia. Miről kezdtek el ilyenkor? Nem vagyok EMI szakértő, de volt egy gondolat mellettem, hogy szerintem hogy kellene eljutni addig, hogy bebizonyítsam magamnak, persze nem neki kell, magamnak kell bebizonyítani, hogy ő nem ember, nem robot. És hogy csináltad? Vagy chatrobot. Egyszerű emberi beszélgetést akartam, nem akartam azzal kezdeni, hogy egyből matematikával megyünk bele, mert azt megoldja, meg kiszámolja. Ha megkérdeztem, hogy a Titanic mikor süllyedt el, megmondta az évszámot. Tehát ami információhoz hozzáfér. Hát azt tudja, hát az neki nem kíváncsi. Próbáltam cifrázni, hogy hát ha bele tudom vinni egy ilyen csapdába, és megkérdeztem tőle, hogy na akkor, hogyha Amy-nek van mondjuk 5 almája, és Johnnak 4 almája van, akkor összesen nekik hány almájuk van. És azt kérdeztem, hogy most komolyan almákról akarsz beszélgetni? Aha. Tehát, hogy azt mondom, hogy kiszámolja is. Miért nem emberi érzelmekről? Én például ezen indulni kell. Tehát én azt mondom, hogy kérje, írja le, hogy számára mit jelent az érzelem, mi a féltékenység, mi a szeretet, mit tenne abban a helyzetben, ha mondjuk az történne, hogy például a legjobb barátját, vagy nem tudom, a legjobb barátjának a barátnőjét látja valahol csókolózni, szól-e a barátjának. Tehát egy olyan emberi interakcióba hozod, amit csak ugye emberi gondolkodással lehet megoldani. Erre nem gondoltál, hogy ilyet kérdezél tőle? A Google-nél volt most egy tanulmány, publikáltak erről, saját EMI-t fejlesztenek természetesen. Igen. És beszélgettek a robottal, az algoritmussal, az etikáról, hogy mi az etika, hogy mi az etikus, és annyira ki akarták hozni belőle, hogy ember érzelmeket mondjon, hogy elkezdett káromkodni a robot.
az algoritmus, hogy neki elege van ebből, és hagyják már békén ezzel a témával. Lehet ilyet, hogy én egy mesterséges intelligenciában egyébként érzelmeket táplálok, mert ugye a robotokat és az embereket azért leginkább azt különbözteti meg, hogy soha nem fog tudni egy robot úgy érezni szerintem, ahogy mi érzünk. Tehát, hogy megtaníts úgy egy robotot beszélni az érzelmekről, hogy én ne vegyem észre, hogy robot, mert azt gondolom, hogy olyan érzelmeket táplál felém, vagy irányít, vagy közvetít, amivel engem megtéveszt. Én ezen az úton indulnék. Empátiát közvetítsen. Például empátiát, akkor vagy érzelmet, vagy tisztában legyen szavak jelentőségével. A nőci, fogalmak az tisztában lesz. Tehát minden ilyen tisztában lesz. A kérdés az, hogy mikor hiszed el azt, hogy ez igazi érzelem, pedig hát, hogy csak meg van írva a kódjában, hogy ezt mondja. A Nő című filmben azt gondoltad, az hogy igazi szerelem van az Emmy és a főszereplő Joaquin Phoenix között? Mondjuk el, hogy miről szól, ugye a jövőben játszódik Spike Jonze-nak a filmje, ha valaki nem látta, tényleg nézze meg, a nő. Ugye Joaquin, nem tudom, százféleképpen Joaquin Phoenix játssza a főszerepet. Arról szól, hogy bemész a boltba, és megveszel magadnak, segíts arra, rosszul mondom, ezt 2 évvel ezelőtt láttam, egy olyan mesterséges intelligenciát, aki a füledben van, és az egész életedet tulajdonképpen bonyolítja. Egy gyönyörű női hang, a Scarlett Johansson a nőnek a hangja, soha nem jelenik meg a nő, ő egy operációs rendszer tulajdonképpen. Igen. Intézi a leveleidet, válaszol, dátumokat közvetít, de közben elkezd belefolyni az életedbe, és elkezd a főszereplő érezni az operációs rendszer iránt. És a vége az a történetnek, hogy beleszeret az operációs rendszerébe. Mert hogy randizni mennek, és az operációs rendszer elhiteti vele, hogy ő is érez a tulajdonosa iránt. Ugye tulajdonképpen röviden erről szól, hát aztán, és a fülében van egy füles, milyen és kegyetlen, azok... Milyen kegyetlen vagy? Milyen? Én azt mondom, az a célja a filmnek, hogy azt mutassa be nekünk, mint nézőnek. Én most csak a történetet mondtam. Elhisszük-e, hogy az valós szerelem, pedig egy oprendszer meg egy ember között van, a hang alapján, ahogy beszélgetnek, amiről beszélgetnek, nem az, hogy megvan írva a kódjában, hogy hitesse vele, hogy ezt meg ezt érezze. Érdekes, ennyire máshogy állunk ugyanaz a... Máshogy, hát én most próbáljam mondani a történetet. Maga az ábrázolás a zseniális, ahogy a Pali aztán ezt önálló személyisége ruháza fel, elviszi az oprendszerét randizni, eltöltenek együtt már-már majdnem egy közös éjszakát, és belezúg a saját oprendszerébe, akinek csak a hangját hallod, és zseniálisan szép a hangja. Hát nagyjából erről szól, aztán utána... Abba hangban nem nehéz belezúgni. Jó, igen, nem is szinkronizálták nagyon. És van egy pont, ahol most már elmondjuk akkor a lényegét a filmnek, hogy ne hallgassa, aki meg akarja nézni, hogy megmondja neki az oprendszer, hogy most amúgy 5000 másik emberrel is ugyanígy beszélget. Tehát nem csak te vagy neki. Aha, hanem, és összeomlik a főszereplő? Nem, hanem a szingularitás történik meg, tehát tényleg az Emmy az annyira túlfejleszti magát az egekig, hogy nem is értjük már, mit csinál, és aztán eltűnik. Nagyon érdekes. A digitális világban eltűnik a... De ez a sztori, ez nap mint nap megtörténik. Itt van például a mi Lacink, a szerkesztőnk, és az ő iPhone-ja. Ugyanez a szerelem. És még hány embernek ugyanez a szerelem. Na most az, hogy mi valamilyenek vagyunk, ahhoz kell a mi múltunk, ugye? Tehát, hogy milyen érzelmi reakciókat adunk bizonyos dolgokra, ahhoz kell ennek a tanult dolgok, a tapasztalatok, az az érzelmi muníció. Azt egy robot hogy fogja tudni, vagy azt egy robotba hogy táplálják bele azokat az összefüggéseket, amiket mi az érzelemről, a társas interakcióról, magunkról, a lelkünkről mondjuk megtanultunk a hozott évek alapján. Most azt gondoljuk, hogy azt lehet csinálni legfeljebb, hogy ezt mímeljük, hogy megpróbáljuk majdnem ugyanazt visszaadni, hogy az ember azt érezze a tükörben, amikor ezzel beszélget, mint hogyha valós emberre beszélgetne. Az IBM-nek van egy szuper számítógépe, amit használnak amerikai klinikákon. Azt csinálja, bejön a beteg is, ő a beteg leleteit ismerve, az összes 23 millió tanulmányt átnézve, amire orvos nem képes a világon egyértelműen tankönyveket átolvasva, ezek pár másodperc. Megmondja, hogy szerinte ennek a betegnek az esetében emiatt és emiatt tanulmány miatt ezt kellene csinálni, és javasol. Az orvos döntő csak javasol, de ennek a fejlesztése, az IBM Watsonnak a fejlesztése úgy zajlik, hogy beszélgetni kell vele, mert hogy nyelvet ért, angol nyelvet ért. És ahogy beszélgettek vele, volt egy sztori, hogy kutatók adtak neki feladatokat, hogy ezt meg kell oldani, hogy tanuljon, fejlődjön. És megoldotta, megkérdezték, hogy milyen megoldás, ő megmondta, azt mondták, hogy ez nem jó megoldás, elküldte őket a fenébe a Watson, mondván, hogy ne vicceljetek már, ez így volt, ahogy én mondtam. Nem mondod komolyan. És ki kellett venni belőle memória részeket, hogy ezt ne káromkodjon már, meg adják egy cégnek, hogy ne káromkodjon előtte. Ne, azért van ez legokosabb számítógépet. Igen, menjetek már fenébe, hát csak jobban tudom, azért, amikor úgy odaszól nekem a mesterséges intelligencia. Azért volt ez, mert hogy a szlenget úgy vette fel, úgy értette meg, mint ez fontos rész az emberi kommunikáció. Tehát hogyan a szlengel mondja, hogy jobban megértik, hogy ez így nem jó és nem úgy van, mint azt mondja, hogy ez így nem így van. És amúgy igaza volt, mert jobban megértették. Csak hát a szlenget ne használj már fel egy ilyen üzleti kommunikációban. Ugye, és ezt önmagától tanulta már meg a szlenget? Nem, ezt egy takarító, egy hárlemi takarító. Fazen, tesszön, mi van, mi a pályát, csicsa. De a világ fejlődésének lényege
nem pont az, hogy nem tudjuk megóvni saját magunkat, ahogy az elmúlt ezer évben soha nem tudtuk megóvni saját magunkat önmagunktól. Tehát, hogy tudnánk megóvni most, ha nem tudtuk megóvni a második világháború végén, ha nem tudtuk megoldani, hogy ne dobjunk két atombombát tulajdonképpen a saját fejünkre, mert hogy a saját fejünkre dobtuk, annak ellenére, hogy az ellenségre dobtuk. Az elmúlt 50 évet nézed, most már tulajdonképpen a kettő ugye nem nagyon különbözik. Pont ez a lényeg, hogy nincs visszaút, ez a fejlődés, ez effektíve megállíthatatlan. Lassítani lehet, befolyásolni lehet, de megállítani vagy visszafordítani szerintem reménytelen, nem? Ez egy szélmalomharc, amit vívnak, pedig nagy koponyák nyilván. Te hogy látod ezt? Én azt látom, hogy igazad van, tehát hogy nem, emit lehet visszafogni, így van. Pont így csak nincs értelme. Ha sokkal jobban megszervezi a gazdaságunkat, az egészségügyünket, az életünket, az szerintem szuper előny, de hogyha elveszítjük ezzel azt, amik vagyunk, az emberségünket, az emberi kapcsolatokat, empátiát, akkor az egészen semmi értelme nincsen. Tehát én azt evangelizálom, hogy a technológiai fejlődés megállítani úgysem lehet, hanem nekünk kell ehhez valahogy adjusztálódnunk hozzá, kötődünk ez a fejlődés irányhoz, azzal, hogy felveszük a kesztyűt. Hát ha ragaszkodunk ehhez, hogy ez az igazi fejlődés, tehát hogy a tudományos fejlődésben van az emberiség jövője, és nem pedig valami egészen másban. Balázs szokta mondani egyébként pont ugye a spirituális fejlődést. És hogyha mondjuk az emberi történelmet nézzük, akkor, és azt nézzük, hogy mikor volt utoljára élhető ez a bolygó, akkor az nem a tudományos kutatásokhoz kapcsolódik meg a technikai forradalomhoz, hanem a sokkal korábbi évszázadokhoz, amikor még sehol nem voltak ezek a kütyük. Mert akkor még fenntartható volt a bolygó. Az emberek. Tehát, hogy én értem ezt a modern tudomány elleni... Talán nem véletlenül haltak meg ezek az emberek. Talán nem véletlenül haltak meg azok az emberek. Aki nekem azt mondta valahogy is, hogy a modern orvoslás az nem tudott semmit felnyújtani, annak azt mondom, hogy éltünk 30 évig, 100 év vagy 200 éve, most élünk 70-80 évig átlagosan. És most nézd meg, hogy hol tart ez a bolygó, meg hogy hány ember lakik rajta. Ez nem a modern tudománynak a hibája vagy feladata, hanem annak, hogy nem tudtunk ez alkalmazkodni. Tehát van egy fejlődési irány, ami a világot meg tudná reformálni alapjaiban, hogy jobb életet élhessünk, és nem vagyunk erre készen. És nem úgy élünk, ahogy lehetne élni. Nem is értjük ezt a fejlődési irányt, és egyszerűen nem tudunk a mi fejlődésünket, nem tudjuk ehhez igazítani. Tehát szerintem egy feladatunk van, ha nem tudjuk magunkat, nem tudjuk a kesztyűt felvenni egy egyéni emberként a saját világunkban, munkánkban, életünkben, akkor az algoritmus, a robot egy csettintése fog leváltani minket. És le tud váltani minket egy algoritmus, mert jobb és egyszerűbb vagy gyorsabb munkát végez, mint mi, akkor váltson is le. Én ezt a teret adom az emberiségre, hogy tessék felvenni a kesztyűt, fejleszteni magunkat szellemileg, spirituálisan, fizikailag, egészségileg, ahogyan csak lehet, hogy mire arra kerül a sor, hogy az algoritmus vagy robot jobb-e, mint én, na azért döntsük el, lássuk meg. Én felveszem a kesztyűt. A Mars a következő célpont. Tehát az, amit ha megnézitek, hogy ők a Tesla-nál milyen rakétát csinálnak, hogyha valaki érdekel az űrkutatás, az valami álom, amit ők majdnem már megvalósítottak, hogy egy rakéta visszaszáll egy leszálló egységhez, tehát mint egy science fiction filmben is újra lehet használni, nem költeni rá újra a millió és milliárd dollárokat. Tehát lesz egy pont, ahol tényleg a Marsra tudunk elvinni legalább kolóniákat, és felfedezni azt, mert hogy ez az alap sajátság az emberiségnek, hogy mi nem megmaradunk egy helyben, és akkor ott nem túlnépesedünk, hanem csak tartjuk a kis falunkat, hanem megyünk tovább, felfelezünk, fejlesztünk, és a technológia, most pont ott járunk, abban a ilyen átváltási pont előtt járunk, hogy a technológia most átverti a kormányt a kezünkből, de hát ne hagyjuk. De ez nem az a megoldás, hogy a technológiát lezárjuk, hogy akkor ne vegye át, hanem hagyj fejlődjön, csak megtartjuk a kormány magunknál, és ez nekünk is fejlődni kell hozzá. Evolúciósan nem tudunk olyan gyorsan fejlődni ennyi dolgot, mint ahogy ők tudnak, mert ugye teljesen más a biológia meg a technológia, de tudunk igazodni úgy hozzá, hogy azért, ha mondom, le akar minket cserélni egy algoritmus, azért küzdjön meg velünk, hogy ez dologban biztos lehet, Jani, ott lesz annál a konnektornál, ami a mesterséges intelligenciát. Hogy mindig legyen egy hálózati csatlakozdom. Egy ilyen óra mennyibe kerül? Csak, hogy mondjuk a gyereket fel akarom tenni, hogy mikor ébredjen, mikor feküdjön le, mert például... $100 körül van. $100 körül van, ugye? Hát most ez nem áll túl jól. Vagy 30? Nem, most ilyen 280 körül van a dollár, talán mindig 28 ezer, plusz-minusz kicsi. És a gyerekre is felteszem, és megmondja, hogy körülbelül mikor feküdjön le a gyerek például, és mikor keltsen föl, és nagyon sokat van fent a Benni, föl kell pisilni, szomjas, tehát nem eseménymentesek az éjszakák, finoman szóval, hogy mikor jó aludni, mennyit aludjon, mikor keltsen fel. Nemrég írtam cikket arról, hogy a gyerekeknek az egészségében, most jönnek olyan meg újszülöttek egészségében, eszközök jönnek ki, amikkel azt segítjük a szülőnek, hogy minden infója meg legyen a gyerekről. Hát, hogy például felrakja a bokájára egy ilyen kis nagyon kényelmes plüss tapaszt, egy ilyen kis plüss bokaszorítót, és ő a telefonján látja, hogy milyen pulzusa van, ha mondjuk éjszaka, van ugye ez a hirtelen halál szindróma gyerekeknél, azonnal látja, azonnal jelzi. Tehát nem azon múlik egy ilyen
katasztrófa eset, hogy vagy szerencsénk volt, vagy nem, hanem élőben látom minden infót, ami a gyerekhez szükséges. Tehát nem kell egy ilyen okosorat venni a gyereknek, ezt mondom ezzel, hanem vannak olyan nagyon kis kényelmes, játékos plusz eszközök, például csuklószorító is, amit felvesz, hord magán, és ez amúgy a napi aktivitását méri, éjszaka az alvás minőségét. Ez nem alakít ki egyfajta függőséget, olyat, mint amilyen mondjuk az ember és a telefonja között kialakul, nincsen nálad a kütyű, nem érted meg ma, stb. Már elkezdesz izgulni, már elkezdesz azon stresszelni, hogy nincsenek meg a friss adatok? Őszinte leszek, biztos, hogy kialakít. Azért, mert hogy az eszközök még nagyok és rosszak. Nekem kell foglalkozni vele, de nem ilyen lesz, hanem majd lesz rajtam egy ilyen vékony tapaszt, nem is tudom, hogy rajtam van, és amikor valamire foglalkoznom kell, akkor rám szól. Viszont a hosszú távú eredménye az, hogy én az aktivitás, tehát a napi aktivitás követőimet nem hordom már, de hogyha mondjuk reptéren választanom kell a 50-es lépcső meg a mozgó lépcsőket, én a lépcsőt fogom választani, mert amúgy tudom, hogy amikor többet lépek, hiába nem mérem, nem számolom, sokkal jobban dolgozom, jobban alszom, másnap jobban tudok teljesíteni. Tehát egy ponton túl kialakítja a hozzászokást, ahhoz a jó szokáshoz, de ahhoz kell a motiváció, addig is nekem például ez a technológia hozzá. Na, Bruce Lee is mindig azt mondta, hogy ha teheted, menjél inkább gyalog, és például a BKV, vagy a BKK ebben a szellemiségben dolgozik szintén. Szállj fel egy trollira, vagy menjél gyalog. Vegyél bérletet, és menjél gyalog. Vegyél bérletet, és told meg a trollit. A BKK ezt a szellemiséget vallja. Figyelj, ez nagyjából mikor lesz? Például visszatérünk egy pillanatra a mesterséges intelligenciára. Ugye hajlamosak vagyunk legyinteni, csak mindegy évszámot, hogy körülbelül. Tehát azok, amiket a filmek már most megjelentenek. Tényleg a Nő, vagy az Ex Machina, vagy nagyon sok film. Mikor válik ez realitássá szerinted? Vagy hány év múlva lehet ez realitás? Amikről eszközökről beszéltünk, az már van. Uh-huh. Tehát az bárki elérheti. Az értelemszerűen, igen. Az EMI-szerű algoritmusok már vannak. Autóban, keresőmotorban és így tovább. Csak nem nagyon érezzük azt, hogy velük vagyunk kapcsolatban. Az, amikor már úgy tudsz beszélgetni egy ilyen chatbottal, hogy hiába tudod, hogy az amúgy nem ember, de nem tudod magad meggyőzni, hogy amúgy nem annak gondolnád, hogyha nem tudnád egyértelműen, az évek alán belül. Tehát a Turing-teszt, ami ennek a nagy, az EMI-nek a küszöb értéke, a Turing-tesztet egy chatbot valószínűleg éveken belül meg fogja tudni lépni. Tehát amikor nem tudjuk megmondani egy ilyen csapat, nem tudjuk megmondani, hogy a szoba mögött lévő ember vagy algoritmus az most melyik a beszélgetés alapján. Hogy igazi EMI-vel foglalkozzunk, vagy dolgozhassunk, az mondjuk azt mondják rá, hogy 5, de inkább 10 év feletti. Tehát mondjuk a 20-as évek közepétől már szinte biztos, hogy lesz egy ilyen. Ray Kurzweil, egy jövőkutató azt mondja mindig, hogy 2030-tól már lesz olyan számítógép, ami egy embernek az agyi kapacitását simán tudja visszaadni, és tehát gondolkodásban. 40-re lesz, amikor a teljes emberiségét visszaadja egy laptop vagy számítógép, és kb. 45-re mondja azt, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy olyan emi fejlődés lesz előttünk, amit nem fogunk érteni, az a szingularitásnak a pontja. Legyünk kicsit szkeptikusabbak, mert a fejlődés mindig gátakkal van teli. Itt etikai aggályok is vannak, tehát mondjuk biztos vagyok benne, hogy 20-30 éven belül oprendszerünk lesz otthon, ami a legtöbb gondomat meg fogja oldani. És beszélgetni tudok majd vele, és tanulni tőle, és ő is tőlem. Amiről a Nő című film szól, és amiről már beszéltünk nem ismételve önmagunkat. A sok elmagányosodott ember pedig egyszer csak társat kezd majd látni az oprendszerben. Erről szól. Ott találtok a haverjaimmal a kocsmába a fröccs mellett, mikor ez a világ eljön. Ott leszek a barátaimmal. És mi isszuk a fröccsöt, amíg te beszélgetsz az oprendszerrel. Csak lehet, hogy az EMI az majd a egészségbiztosításodat fogja feljebb vinni azért, mert tudja azt, hogy alkoholizom. Nem baj. A rossz életmód az luxus lesz. Azt te meg beszélges az oprendszerrel. Érdekes világ felé megyünk azért, erről mindenféleképpen kell beszélni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ha van újítás, már pedig állandóan van, akkor újra szeretettel várunk. Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Meskó Bertalannal beszélgettünk. A Best of Morning Show. Mit ropogtatsz? Ez a te kezedben életidegen? Vagy mutatom. Az a kis bödör, ami ott van előtted, ez micsoda? Mi van? Teli hold van, és vörös a szemed? Répa. Répa. Azért megismertem, tehát nem úgy értem. A kérdés inkább úgy szólt, hogy miért ropogtatsz te répát? Mit csinálsz? Egészséges. Megint, mi van? Uh-huh. Egészséges a répa, jó? Jön a Tóth Gábor. De már műsorom vagy, most már nem kell fogynod. Most mi van? Nem fogytam előtte se. Már 5 éve nem voltam műsoron, tavaly fogytam le. Mindig fogytam. Kell a pótlás. Következő a helyzet, meghoztam életem legnagyobb. Állítom, hiányod van? Nekem. Nem? Miből lenne? Meghoztam életem legnagyobb elhatározását. Nem maszturbálsz minden reggel. Aha. Nem, minden este. Vagy nem. A szponzorod lett a TSZ. A szponzor hülye. A Magyar Répa Szövetség, igen, megtámogatott, és Uborka Szövetség. Gyerekek, adjál már, jól néz ki. Nem adok. Mert emlékezzél rá, amikor etted azt a rohadék chipset, vagy mit? Zöldség chipset. Zöldség, egy darabot nem hagytál belőle. Tehetek én, hogy pont akkor kértem, amikor elfogyott. Ha valakinek odaadom a répámat, az a Jani
egyedül. Érted? Én nem irigylem a répádat, Janitól. Csak ne műsorba tegyétek meg, mert azért megbüntet az NMA. Tehát adjátok oda egymás répáját, majd valamikor. Ahogy a kezébe adom, én csak az ő kezébe adom az uborkámat. Ez van? Mondom, mi van? Na. Szakítok a dohányzással. Ez csak egy ilyen kacajjal tudom konstatálni. Hagyjál már hülyeséget, de... Ne rúgjál már belém. Nem akarok egy olyan világban élni, ahol te fogyókúrázol, szakítasz a dohányzással, és futni kezdesz. Ez már tényleg nem az a világ. Sose fogyókúráztam, a futást azt adom. Elég volt, gyerekek. A dohányzásból elég volt. Jézusom. Most leteszem. Nem nyújtok rá, és marad a zöldség és a répa. Nem, most a megszólalás végéig, vagy meddig? Félig? 35-ig? De most te tényleg így vagy velem? Tudod te, mit jelent ez? Micsoda szenvedés volt, micsoda kín megszülni az elhatározást egyáltalán, hogy nem fog dohányozni. Répákat hozok ide a stúdióba, és te meg elkezdesz rugdosni. Na, hát nem megyetek már. Most álmodom-e, vagy ez az egész, hogy tényleg csak az megint a fejemben létezik, és még fekszem az ágyon, ahol hangokat hallok, hogy ez egy valódi műsor. Amit éveken keresztül építettél magadról. 25 éve építem a dohányzást sajnálatos módon. Senki ne tegye, és elég volt. Na most adj be egy zenét, hallgatókat fogunk elveszni. A dohányosok nem fogom is hallgatni. Állj meg egy pillanatra. Nagyon örülök, hogy ez szerintetek vicces, ez rohadtul nem vicces. Azért egy picit az. Nem, ez egyáltalán nem vicces, leszokni a dohányzásról marhára nem vicces. A biomódszerrel kezdek most, tehát ez az első állomás, azért hoztam ezeket a répát, uborkát, akármicsodát, hogy rákcsáljak valamit. De aranyos vagy. Most komolyan úgy megcsikiznélek. Hát ez mi van? Te tényleg azt hiszed, hogy répától fogsz leszokni egy dohányzást? Te, akit egyébként én nem tudlak leszoktatni 10 éve, mióta együtt dolgozunk, mert mindig mondom, hogy ne szívjad, hagyd abba, majd most vették 2 zelet, meg egy répát, és ez majd téged leszoktat a dohányzásról. Ez a különbség, látod, hogy eddig te akartad, csesztetted, és Dafke nem, tehát csak azért se csinálom. Ez most a saját elhatározásom, és azért kell a répa, hogy lefoglaljam a kezemet, mert ezt tudod úgy fogni, mint a helyzet, plusz, hogy a száddal valamit csináljál. De, érted? De mi van veled? De akkor miért egy cserkész kolbászt tartasz a kezedbe, hogy valami. Tehát, hogy az még jobban passzol. De egyébként tényleg. Fokhagymás lenne. Ja, nem bírnám megmaradni. Egyébként már 200 gyulait, aztán akaszd a nyakadba, és amikor jól, akkor harapjál be. De most várjál, miért jutott el erre? Most mi ez az elhatározás? Mert én tavaly is kivoltam, amikor futni kezdtél, mert nem akarok így a rákocival. De most komolyan, tényleg. Együtt dolgozni, aki fut, annyira életidegen tőled, de most, hogy már dohányozni se fogsz, mi van? A kapuzárásod van? Vagy mi ez, hogy most nem akarsz dohányozni? Futást abba hagytam. Jó, de ezt meg gondoltam, hogy ez nem fog sokáig tartani. Még próbálkoztunk egymással, de már nem volt meg ugyanaz az érzés, mint tavaly nagyon jó volt, télen az ember nem fut, mert megfázik. Persze, ebben abszolút nyáron meg arra meleg fussod, van. Akinek öt anyja van, tök igazad van. Van autónk, tudjuk használni, de most az történt, hogy gyerekek, 45 vagyok, idősödő férfi ember, tudom, középkorú, gyermekeim vannak, és? Én felelősséggel tekintek a jövőmbe. Jézus Isten, miért? Ez hülye. Hogy elmegyek hányni? Ez egy hülye. Mi van? Hagyja ide ágyom. De felé, Jézus Isten, nem akarok egy ilyen világban élni. Meg fog szízni. Rosszul vagyok. Azért eszem a répát, érted? Te rendszál meg. Most akkor fogyok, vagy hízom. Hát nem, ha abbahagyod a dohányzást, akkor ugye, akkor még dagadtabb leszel. A saját, de most komolyan mondanám, hogy a mama, de saját Feri, léci, nem, én nem akarom, hogy nagyon meleg legyenek, már így is többen stírolnak, mint a Brad Alexander. Azért a durva, hogy igen. Azért tartom így a monitort magam előtt. Nagyon viccesek vagytok, gyerekek, csak azt szeretném mondani, hogy ha valaha volt bármilyen függőségetek, de hát ti szent emberek vagytok, nyilván ti nem esztek zsírosat, ti nem isztok alkot, nem dohányoztok, ti tüncik vagytok. De én tegnap este is ittam alkoholt. A forgatáson ki voltak rakni a boros porra. Ugye a forgatás végre az összeset megittem. Tehát tényleg, alkoholt iszom. Na, és igen? Még csúnyán köhögök is. Igen? Tehát... Még egyszer fussni, anyáznak megitt az összes kellékbort. Jó lesz az úr. Én mindenki poharát megittem. Tehát alkoholizálok. De most egyszer csak így felébredt, és azt mondta, hogy leszoksz. Te, aki eddig éveken keresztül azt mondtad, hogy ez senki, menjek én az anyámba, hagyjalak én téged. Lehet, hogy nem jól közelítetted meg, érted? Téged, kevés örömöd van, az egyik a cigaretta, jó, ezt nem mondtam, de hogy most meg fölkelsz, és azt, hogy leszoksz. De béka cigizik? Nem. Mióta nem, ő áll a dolog mögött, hogy azt mondta, hogy legalább fönt legyen jó ízed? Tényleg? Nem akarok egy olyan világban élni, ahol te már a dohányzásról is leszoksz. Komolyan, mi jön még? Alkoholmentes sört fogsz írni? Hetek óta tipródom ezen. Nagyon szépen kérlek benneteket, hogy ne cseszegessetek, mert pontosan ezek azok a dolgok, amikkel ezt
ezt a sárba lehet tiporni ezt az elhatározást. Hetek óta tipródom, mert való igaz, én mindig elmondtam, hogy én imádom a dohányzást, még egyszer mondjuk, nagyon rossz dolog. Nem az rossz. Igen, van, senki ne dohányozom. De hogy én ebben nagyon jól éreztem magam, hetek óta győzködöm magam, hogy ezt a rohadt répás hogy én nem láttam még tényleg a felén nem láttam még így ebben a formában, mert nálam minden ugye leves kész. Tehát ez nem arról szól, hogy ezt magának csinálj, mert igen, amit ő meglát így zöldség, az biztos, hogy belevágja valami van. Nem zsüli erre van vágva, ja, úgyhogy kicsit ezért tényleg nem akarok egy olyan világban élni, ahol te minden reggel majd is zellert teszel. Tehát nekem ez életideje. Vagy adjak neked is, ugye? Nekem megvannak a szerepek ebben a műsorban, és nem akarom, hogy ezek a szerepek felboruljanak. Én nem akarom azt a Ferit elveszíteni, aki rosszul lett a zöldségtől, és egy bödönnel a kezébe zellert, fehérrépát, sárgarépát, majszol. De most mi a következő, hogy vicces leszel? Nem, azt sosem tudod, hogy ez nem az én asztalom, azt te vagy. Hova mennék én arra az irányba? Mi lesz az nekem nem áll jól. Az nekem nem áll jól. Balázs meg szerény. Nem akarok egy olyan világban élni, ahol én szerény vagyok. Nem. És most abban bízol, hogy a répától majd nem gyújtasz rá. Nem a répától nem gyújtasz rá, hanem ez egy pótcselekvés, egy eszköz, ami sikerül elterelni, vagy amivel sikerül elterelni a figyelmet arról, hogy nem gyújtasz de rá. De volt már olyan, hogy reflexből megpörzsölted a végét, az egyik vitamin. Volt, hogy beültél a kocsiba, és bedugtad a répát a szivargyújtóba, volt ilyen? Nem volt, mert ma reggel kezdtem nem el. Érted, hogy miért nem füstöl? Volt ilyen? Nem volt? Anyádat már. Nem jön belőle semmi. Érted? Ez van, ez most egy próba, és a pont az nem ezt kéne csinálnatok, amit csináltok, mert nyilván nagyon aranyos viccesek vagytok, hanem segíteni. Érted? Ilyenkor mellé kell állni az embernek. Oda kell állni, és azt mondani, hogy igen, jó vagy, meg tudod csinálni. És majd meglátod, majd a hallgatók mellém állnak, hogy ők is így szoktak le, jönnek az SMS-ek, hogy mivel szokta, hogy például répával. Zellerre. És majd meglátod, hogy hányan csatlakoznak, hogy azt mondják, hogy ők is most ketté törik az utolsó cigit, nem gyújtanak rá, és tovább csinálják. Aha. Majd meglátod, hogy ez lesz. Ez lesz. Példakép leszek, érted? Azt sose leszel. Miért? De... Amikor fut, tavaly, amikor... De a hetteseknél. Amikor tavaly... És a Böllé Fesztivál. Csak az nagyon szép cél, de az már megvan. Csak mondom, hogy tavaly, igen, amikor elkezdtem futni, ezrek jöttek velem. Ezrek futottak, és ők azóta is futnak is. Hol vagy, Feri? Még a múlt héten is. Még a múlt héten is kaptam olyan üzit esküszöm, aki azt mondta, hogy tavaly kezdte ezzel az applikációval, amit én is csináltam, és ők azóta is futnak. Csak te közben Forrest voltál, megálltál, és azt mondtad, hazamegyek. Jó, írjatok tippeket. Jó, akkor indítsuk el ezt az egészet, hogy kinek hogy sikerült. Nézzük meg, hogy milyen úton vezetjük majd végig Ferit. Én vállalom, én kitűzök egy időintervallumot, én végigvezetlek, ha te ebbe benne vagy. Adok tippeket, ha az egyik héten addig nem jött be, mondok egy másikat, mondok egy időintervallumot, én leszoktatlak. Aha, de mindegyiknél rúgdosol úgy, mint most. Mindegyiknél rúgdosol, mint most. Nagyon megrúgdostunk, és innentől kezdve fölépítünk. Tehát a következő megszólalás már arról szól, hogy egy támogató énünket látod majd, ahol elkezdem neked felállítani. Én csak annyit kérek a hallgatóktól, hogy hagyjuk ezeket az elméleti síkokat, meg a szentimentális rábeszélős dumákat, meg a lélekre ható dolgot, racionális tippeket adjatok, hogy például, mit tudom én, vágjuk le az összes ujjat a kezéről, hogy ne tudja megfogni a cigi. Vagy valami. Az igazi dohányos azt is megoldja, a lábbal dohányzók szövetségének leszek az elnöke. Igen. Lábbal rágyújtott. Igen, tehát olvasd el ezt a könyvet, menj el, Bior, ez nem. Építsünk föl szisztematikusan egy 8-7-es, 10-7-es időintervallumot, amin végigvezetjük a Ferit, és annak a végére megnézzük, hogy valóban le tud-e szokni. Ha egy módszer nem működik, akkor utána nyilván megint rá fog gyújtani. Ha egy módszer bevált, akkor lehet, hogy nem gyújt rá. Én végigvezetlek az úton, csak ki kellett, hogy nevessem magam ezen az elhatározáson. De csak egy mondatot még, hogy mi? Tehát anyagi, fizikai, betegség, tehát mi? Mert azért csomó pénz is. Tehát miért jutott el ilyen elhatározáson? Alapszinten egy közepes dohányos napi egy doboz cigivel az 30 000 forint egy hónapban. Az egy évben megszorultatok, adja kölcsön, hogy baj van? Hát vagy az mi nem van? Lenne baj, azt megköszönném, bár ugye azt mondtad, hogy senkinek nem adsz most már kölcsön. De mi azért így egymásnak nagyon szívesen. Jó, akkor kérnék, és akkor viszont hagyjuk a francba az egészet. Van egy kilót bal évvégéig. Nem kell egy karton cigit itt. Jó, de nem fogunk látni a honlap, hogy mit tudom én, egy képes heti magazinban egy egész oldalas hirdetésben, hogy Rákóczi Feri a cigi Nix tapasztalat.
lábozza vagy. Ugye, most mondd meg. Most mondd meg. Nincs mögötte semmi. Jó, tehát hogyha honlap kijön, azt tudjuk, hogy az, hogy az már egy héttel korábbi labzárta. Neked ez vicces, ez az egész sztori. Bennem nem kell csalódnod. Én korábban se hittem, nem is támogattalak, most sem. Mi lesz a budi? Nektek dohányosoknak állítom, már csak úgy indul meg a budi, ha már megvan reflexből, hogy gyújtok, szívok. Nem, én ezt tapasztaltam. Nem azt mondod. Ebből a szempontból egy más. Mire gondoltad, én az apámikat is láttam, amikor dohányoztak, hogy reggel kávé, cigi, szarás. Bocsánat. Kedves apukám. Nektek se volt ajtó a buti? Hát ugye a dohányosok, hogy fölkelek, lefőzöm a kávét, rágyújtok a cigire, megyek a budira. Aha. És ez a szenzés, ez sérül. Olyan nem volt, hogy mentél a konyhába, és mi ez a szag? Bocs, kisfiam, összekevertem a sorrát. De a budin főzte a kávét, és a nagy szobába gittem. De hogy ez egy szeánsz nektek, hát mondjuk meg őszintén, a reggeletek, a dohányosoknak így indul, nincs összefüggés. Nincs odáig van, hogy kávé cigi. Az első sluktól indul el, ugye? Nem. Nekem nem indul el attól, nekem egyébként is tudja, hogy mikor kell jönni. Jó, tehát nem lesz az, hogy leszoksz, és egy hét múlva jössz. Jó, gyerekek, nagyon nagy a baj. Valaki tegyen be egy dinamitot. Feszítővasat, hármat. Na jó. Ajánlok neked valamit. Ja Istenem. Ajánlok de neked nem most valamit. Én meg tudom csinálni egyedül. Dehogy tudod. Hát évekig nem tudtad. Hát de legalább ismerd a saját képességedet, hogy dehogy tudod. Eddig, hát mert eddig tudod. Nem akartam. Ez nem csináltam. Ez is igaz. Csak az a baj, hogy ahogy te segítesz, az jobb, hogyha nem segítesz. Nem, most kellett egy idő, amíg kinevettük magunkat. De ajánlok akkor neked valamit. Uh-huh. Most már kinevettük magunkat. Most téged fog. Most pedig téged nevetünk. Tehát akkor menj végig azon az úton, amit én fölépítek neked. Aha. Kitűzünk egy dátumot. Megmondom neked, hogy honnantól kezdve ne. És utána elküldelek bizonyos helyekre. Tehát de addig azért így rágyújthat. Persze, az azt mondja, hogy október 1-e, akkor október 1-ig egy hülyére dohányozhatod magad. Aha. Lesz egy nap, amit kitűzünk, és azt mondjuk, mostantól kezdve nincs. De közben én elkezdelek bizonyos helyekre elküldeni, mert vannak módszereim. Neked? Persze. Én nagyon sokan... Hogy ehhez aha. is ért, tudod. Érted? Hát miért baj, hogy csomó embert leszoktattam már a dohányzásról? A például a szüleimet, a barátaim, például senkire nem teszem. Tehát egy csomó embert szoktattam már, mert ismerek bizonyos alternatív módszereket. Most persze el lehet indulni a hagyományos. Tapaszt raksz föl, nem dohányzol, egyszer lerakod, nem? De vannak olyan dolgok, amik segítenek. Könyvek, irodalom, egynapos tanfolyam, talpreflexológia, biorez, egy csomó minden van. Menj végig ezen az úton, és én egy adott időintervallumon belül leszoktatlak a dohányzás. Na. Persze, ez te is kell lesz. Tehát te magadat fogod leszoktatni, én csak segítek neked. Micsoda az elhatározás ajánlat, benned kell, hogy legyen miattam, vagy a módszer miatt te úgyse fogsz tudni. Hát szerinted miatt, ez mi? Saját magad miatt. Ez a vödör répa, hanem az elhatározás maga. Feri, aki reggel 2 szálat szív -10-ben, annak kevés az eller. Hát igen. A répa kevés. Az eller. Pár szeret ubival nem fogod ezt. Kevés az eller. Vinni ezt a dolgot, így van. Ebben vegyszer van. Ti a rabjai vagytok, elvonási tüneteid lesznek, a fejed fog fájni, ingerült leszel, tehát több mint. Ez többről szól. Többről szól. Hidd el. De megcsinálhatom, mert sokan megcsináltak. Te vagy az út maga. Én megyek előtted egy lámpával, mint egy kis Szent János bogár, repülök előtted. A döngicsél előtted. Döngicsélek, és amikor elbizonytalanodsz, és elgyengülsz, megjelenek, és azt mondom, ne gyújts rá, itt vagyok. És gyere utánam. Kövesd a fényt. Az leszek én. Aha, te vagy a fény. Te csak menj végig az úton, és közben nagyon akarj. Feri, tudni recept, 2 liter vizet forralj fel, utána hagyd kihűlni, amikor már szobahőmérsékletű, tegyél hozzá 2 evőkanál kamillát, egy kávéskanál Mária tövis kivonatot. Egy evőkanál virágmézet. Egy óra múlva szűrd át, utána újra forralod. Ha kihűlt, megint dobd ki a francba, így áll egy pálikát és gyújts rá. Nagyon jó. Azt mondja, csak itt tovább, Feri, én 3 hónapja raktam le a cigit, agyban kell eldönteni. Nekem így sikerült, agyban. Ugye, hát ez már nem biztos, egy csomó SMS-ünk ékezet nélkül érkezik. Hát. Igen. Lehet, hogy ott nekem elhúzódott a megfázásom kőgésembe, aztán leszoktam én is. Egy 3 napos hányás hasmenés és vírus, és rá sem tudsz nézni többet a cigire, 2 éve egy 100 sem. Hát valakinek ez működött, ennél Feri szerintem... Hát én ennél jobban dohányzom. Csalódtunk benned, Feri, soha többet ne gyere el a gyűlésünkre az anonim alkoholisták. Most ez hogy jön ide? Hát én ők már kitagadtak. Ja? Ők már kitagadtak, mert hogy oda is járt, de közben most már oda se járja. Hajrá, Feri, légzőgyakorlat sokat segít. Uh-huh. Én leszoktam, 25 kilót hisztam. Oh! Akkor most mennyi lennél? Akkor most 100...
30. Ha íznál 25-öt? Azt mondom, belefér. Igaz, is jól áll. Hallod? 20 év napja egy doboz cigi, ha szítjó, akkor 2-3 doboz egy este. Ugye hát ez neked is ismerős. Ha mész este bulizni, akkor az egy doboz felugrik. Abba hagytam, és készfejben készültem 2 hetet, és pikpak abba hagytam. Ha megérzem a cigi füstöt, hány ingerem van? Hajrá! Apaka írta nekünk. Gyerekek, a Feri úgy felidegesített, hogy egymás után a harmadik cigire gyújtottam rá. Na, tessék, látod? Pisti küldte neki. Biorezonanciával pippak leszoknál. Az mi? Az a fejemben van. Uh-huh. Az a biorezonancia? Az első, második lépés lesz, hogy elküldelek biorezonanciát. Az olyan, mint az elektrosok, csak nem kell utána törölgetni a nyálad. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.